csap felett hangzik a szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra múlt 16 perccel. Jó reggelt. Hello Feri, hello Jani. Hello. Jó reggelt. Kis karácsony, nagy karácsony. Átaludtam egy 20 napot, hogy mi történt? Hát srácok, hát december 1-je van, gyakorlatilag 3 hét még, és itt lesz karácsony. A kicsi is, meg a nagy is. Túl vagyunk advent első vasárnapján. Gyújtottatok gyertyát? A húzat. Igen? Persze. Szépet? Miért, nem? Nem, mi nem merünk soha, mert felgyújtjuk a lakást. Felelőtlenül is. Tényleg, anyukám mondta, hogy most van. Igazából. De nem tudom. Én tegnap este sportoltam, aztán mire hazértem, a gyerek már megette a hurkát. Aztán fürdött a kárba, aztán lefeküdtünk aludni. Hát tök jó. Nem, ezt most nem felejtettük. Tudom, most az elsőt, és akkor szenteste ugye negyediket tulajdonképpen így jön ki. Előtti vasárnap. Hát előtti vasárnap, de úgy igen. Még majd meggyújthatod még egyszer, ha marad vagy belőle. Még egyszer meggyújtod de még igen, minden vasárnap. Nem mondd már meg létszés, hogy ők hogy gyújtják. Jó, csak mondtam, hogy a hagyomány, hogy akarja. Ötöt gyújtunk. Minden évben szoktunk most valahogy, pedig az egész lakás fel van díszítve, gyönyörű minden tényleg, tehát szívünk rózsaszínben, és várjuk a Jézuskát, és mézes karácsi illat, és őrület. Rózsaszín a szíve. De most valahogy ez a gyertyagyűjtés elmaradt. Nem sikerült. Nálad volt? Festettünk a hétvégén, úgyhogy a kisebb gondunk is nagyobb volt annál, hogy gyújtsunk. Már bocsánat, elnézést, de természetesen a szívünk nekünk is rózsaszín, de hogy nálunk most festés volt, hál' Istennek olyan festőbrigáddal dolgozunk, hogy ilyen, ez csodálatos emberek, papírcsákos szakemberek is. Tessék? Papírcsákos szakik? Nem, annyira nem régi módiak, de majd megkérem a gyerek kedvére, raknak már fel egy papírcsákot, mert még folytatják tovább a projektet. Úgyhogy nálunk most ez volt a hétvégén, de örülünk neki. Örülünk neki, mert haladunk, szép lesz majd a lakás karácsonyra, úgyhogy akkor majd egyszerre gyújtunk hányat? 4-et, amennyit akartok. Amennyit csak akartok. Hát figyelj, megnyitottak a karácsonyi vásárok is. Na. Én voltam kint. Melyikben? Szombaton ki, az összesben. Tényleg? Hát ilyenkor túlra van persze. Melyikben? Az összesben, Bécstől Nürnbergig, bárhol. Nem, a kedvencünk szokott lenni mindig a bazilika előtté, az olyan kis családiasabb. Oda mentem ki a BK-val, meg kimentünk a Vörösmarty térre. Ne tessenek árakat nézni, ne húzzák föl magukat, ha mennek, de tényleg. Durva? Hát, ugyanaz, ami tavaly, meg tavaly előtt is volt, ugye tavaly pont te beszéltél, azt hiszem, az 1005-ös kürtös kalácsról. Igen. Ugye? Az megvan. Meg egy posztot olvastam a Cutor Zolitól, aki elment a bazilikához, vett 2 töltött káposztát, de egy adagban, tehát 2 töltelék volt, 5200. Ne, azért a szemtelen. Én értem, hogy 3 hetük van, meg én mindent értek, de azért a szemtelen. Micsoda töltött káposzta. Azt írta ő is, Cutor kolléga, hogy nagyon finom volt, de amikor így mondta az áros, hogy akkor 5200 tetszik fizetni, akkor így gondolkozott, hogy visszatolja, csak éhes volt. Biztos a helypénz, nem? Nem szoktam én se nagyon kiakadni, de erre nyelek egyet. Tehát van egy szint, miután már elvi kérdés, tudod, hogy biztos, hogy ennyire éhes vagyok, tudod. Igen. Tehát ott az azért egy közepesen jó étteremben tudsz azért ezt azt megenni 5200, úgyhogy így, ez meg műanyagvillás volt, meg műanyag. Sokan tányos voltak? Igen, egyébként már úgy kezdődött, mozgolódott a tömeg, nagyon sok a külföldi, de még egyszer mondom, hogy tényleg vásárolni. Hát hallottak az 5000 sörtöt káposztát, mindenki kiment megnézni. Hát az érted, az 20 euró sincs, tehát a 20 euróért egy főétel, jó főételt megvenni, az nekik nem kunst, nekünk az. De mondom, nem kell árakat nézni, meg nem is muszáj vásárolgatni, de nagyon jó a hangulata. Aha. Sőt, tovább megyek, a Vörösmarty téri vásárt, egy angol újság, majd hírfront meg tudja erősíteni, a világ első vásárának titulálta. Nyilván lehet vitatkozni, aki volt már a bécsi vásárban a városháza előtt, azért az hasonló színvonal szerintem, sőt, vagy akár sőt is, de minden esetre ez jó hír, hogy küldenek ide turistát. A Lánc és az Erzsébet híd között a világ legjobb. A például. Igen. Tehát 20 kilométeren belül például mindent üt, úgyhogy nagyon-nagyon jó kis kézműves termékek vannak, aki jó akar az pénzt költeni egyébként, akkor azt is meg lehet. Meg jó a hangulata, tehát tényleg csak arra, hogy kimész esetleg egy forralt bort vagy teát megveszel, nem kell megvenni az 1000 forintos bögrét sem, mert lehet kapni sima pohárban is, és akkor sétálgatsz. Ha erős kiállsz fel egy kicsit az esőbe, az egy picit
meghigítja. Lazít rajta, igen. Ja, csak ez ne essen, basszus. Ez most nagyon kemény, gyerekek. Ez kemény, nagyon kemény reggel volt. Tankolnom kellett, azt hittem el is fogok késni. Hegymenetben megállt az autó, mert elfogyott a benzin, tehát volt kaland bőven. Valahogy újraindítottam, akkor még beindult, és úgy, mint Nigel Mansell egyszer, vagy Ellen Prost, mikor egy berángatta így a célvonalon át a saját autóját valamikor a 80-as évek közepén, na így értem be én is egy benzinkúthoz. Én nem tudom ezt miért csinálom minden, nem tudom. Tehát, hogy ez nagyon sokat gyára veszük elő ezt a témát. Ezt nem, majd holnap, majd reggel. Mm-hmm. Már este úgy rángatott a kocsi. Tehát már úgy értem be a garázsba, hogy már rángatott. Mondom, majd reggel. Konkrétan az emelkedőn fölfele kész, vége volt, újraindítottuk, elindultunk. Te egy örök optimista vagy. Igen, de régen nem 0-24-esek voltak a kutak, ezt mondjátok meg nekem. Hát nem. Két benzinkút is be van zárva, de régen a legtöbb kut 0-24-es volt. Elmentem, egyik benzinkút be van zárva, másik benzinkút be van zárva, pedig ott a lakom, hát azért az egy nagyobb városka, és ott azért így sokan tankolnának, egy kút van nyitva a hegy tetején. Én azt hittem, ezek éjjel-nappaliak, nem? Hát a főváros... Vagy valami bezár? Azért főváros környékén szerintem is 0-24-be kéne nyomni. Ugye? Fura volt, hogy kettőből kettőbe volt zárva. Mert a hegytető amúgy is indokolatlan, nem? Hát inkább a völgybe legyen. Itt van, mert akkor én még begurulsz. Igen, oda lett. Látod, ezért jobb a Fekete Lacinak. Mert hogyha nektem is hegymenetben megállsz, érted, hátra a tank, ugye, visszafolyik az a kevéske benzin, nem is éri el ugye a megfelelő nyílásokat, Laci hátra megy, megemeli, érted, vízszintbe. Na mindegy, szóval csak azt akartam, hogy ki kellett szállnom több helyen, hát gyerek egy csípős. Tényleg, ha egy fok van, szakad valami trutyi, és nagyon kemény. Meg hogy ne esne, basszus. Csak a hó. Igen. Mert tegnap előtt még azért úgy istenes volt, mondjuk tegnap este már úgy gázosabb volt egy picit, mert akkor már jött az eső, de előtte az elég száraz idő volt. Ez a száraz hideg, ez nem volt rossz. Csak ez az eső. Basszus. Ez nagyon kemény. Hallom, hogy az Alföldön meg egy-két helyen havas eső, hózápar, tehát kemény. Láttam egy hókotrót, majdnem elütött. Úgy megörültem neki. Mondom, hogy oké, hogy eső van, de legalább már itt vagy, igen, jöttem ki pont a kútról, balról jött egy ilyen rohadt nagy narancsárga. De olyan boldog voltam, mondom, ez milyen jó. Szükség még nincs rájuk, de már azért így masíroznak. Erőt demonstrációt tartanak. Pedig az autó se fehér. Nem fehér az autó, ugye? Nem, még nem hihette azt, hogy hóbucka vagy. Ja, nem. Igen, lehet, hogy sózott valamit, vagy öntött valamit, úgyhogy azt nem tudom, mert nem villogott, vagy hát nem is nagyon figyeltem, de hogy megörültem. Mondom, na ez már a tél, amikor már ezeket látod, tudod, az már valójában az, hogy itt a tél. Mi volt hétvégén? Volt valami? Valahol punyadás, otthon? Karácsonyi vásár, tegnap apósomékhoz kellett átmenni, vagy nem kellett, de mondták, hogy esetleg adnak enni, úgyhogy átmentünk, aztán kiderült, de tényleg ez mama innen üzenem, hogy simán is elmondhatta volna, hogy össze kell rakni egy dupla IKEA ágyat, tehát hogy érted föl? Aha. Ugye? Ismered az érzést? Hogy a Ferike, nem jöttök át, hát mondom, anyuka, drága, hát magához életem mindig beverünk egy pálinkát, kicsit eldumálgatunk, eszünk egy finomat, mert nagyon jó főz anyuka. Te odaérek, azt mondja, hogy ott állnak a sarokban a papírdobozok, hogy hát megvettük a gyerekeknek, hogyha itt alszik az összes unoka, azt mondom, nem tetszett volna szólni előre, hogy tényleg szívesen összerakom, apukával el vagyunk, érted? Hát tényleg átmész egy vasárnapi ebédre, és ez van. Hát micsoda világot nagyon élünk. Jó ez, nagyon jó. Igen, ezek kellemes meglepetések. Meg akkor viszek szerszámot, mert nekem van mindenféle ilyen gépesítésem ezekhez a csavarozókhoz, és akkor gyorsabban végzünk. De úgy, hogy ez volt a vasárnap délután. Jó az. Déltől este hétig szereltünk. Nagyon jó egyébként. Én szétszettem egy elég konkrét, nagyon jó minőségű, nagyon kellemesen összerakott kis ilyen kis beépített szekrényrendszert, nagyon örültem neki. Gyakorlatilag imányba foglalom annak a nevét, aki kitalált az elektromos behajtóét, mert valószínűleg megőrültem volna mindenkit. Az egész családot, mert magam is felkötöttem volna, és felgyújtottam volna a házat. Szét. Tudod, mikor az elején még örülsz neki, micsoda kis minőségi munka, ebbe aztán van anyag, ez az asztalos, micsoda munkát végzett. Csak amikor már a 20. facsavart szedett ki, és még mindig találsz, hogy még mindig nem jön szét, mert ő mindenhol összerögzítette. Hát, mindenhez oda van kötve. Hát, ha jön egy atomcsapás, tudod. Ő a minőségnek dolgozott, persze, és a jövőnek. Ebbe aztán van anyag, ebbe aztán rakott, csak hogy összetol. Itt nézd, itt is összehúzta, hogy rohadjon már. Össze is kell raknod? De hát, ez tudod, na, új, de tudod, két és fél szét, aha, öt össze. Ez mi? Ez nem ismerem, ez. Hát ez amikor szétszedsz valamit, az ha két és fél órán keresztül szedesz, ja, akkor biztos, hogy ez össze. És tudod, eleinte még nem nagyon figyelsz rá, hogy mindegy, oda jó, te csavar, rakjuk egybe. Tudod, mi van? És a felénél, igen, amikor már két és fél óra leszedett szét, és minden csavart összeraktál egy kupacba, akkor kezd el leesni, hogy hát ezek a csavarok nem egyformák. Jaj, most mi lesz? Nem most mi lesz, majd mi lesz két nap múlva, amikor rakod össze a festés után. És
Igen. Minden egy kupacba van. Mert a hosszú csavar helyén, de a rövid nem igen. fogja meg, a hosszú van. Nem megy be a rövid és azért látod, hogy neki is úgy volt, hogy eleinte még ugyanazokkal a csavarokkal dolgozott, de a vége felé már kezdtek elfogyni. Ha hosszabbak, akkor már egy-két rövidet is belerakosgatod. De jó lesz, majd basszus szét. És mi volt ez asztal? Há, ez egy beépített szekrény. Jézusom, neki is állnék. Esélytelen lennék. Feldarál. Valami legyen. Tehát nyúljon be mögé, ameddig beér a keze, ott lesz szín. Hát az engem megenne. Tehát az biztos. Jó, de hát a Jánoséknál nem lehet ilyen slendrián munkát végezni. Ő kiszedte rendesen, kifestjük, és utána visszanakjuk a beépített szekrényt. De tudod, elején tényleg az van, hogy egy óra után még megkeresnéd az asztalost, hogy gratuláljál neki a munkáért, hogy azt mondja, hát igen, ez jól megcsinál maga, hát a tényleg a szakma mestere is izé, de egy óra után, vagy egy óráig ez így történik, másfél óra után, két óra után, mert nem azért keresnéd meg, hogy gratuláljál neki, hanem hogy megölt. Igen, hogy túl jó. Igen. Túl jó. Na jó van, ahogy hallom, akkor mindenkinek csendes hétvégéje volt. Tehetségkutatókba belenézett valaki? Történt valami valahol? Egyiket csináltam. Gyerekek, tegnap olyan filmdömping volt, hogy kapcsolgattam össze-vissza. Az egyiken ment a Szemtől Szembe című film, hát ugye... Örök klasszikus. Bármikor belefutsz, végignézed. Ugye Robert De Niro, Al Pacino, ugye Michael Mann-nek a filmje. A másikon ment meg egy 1992-es film, a Becsületbe jöjj, a Tom Cruise-zal, a Jack Nicholson-nal, meg a Demi Moore-ra, és így hülye, tudod, minden két filmet kívülről ugye, tudom. Bárhol vagyok, tudom folytatni a mondatot, mind a kettő nagyon nagy film. Vége. És az egyiket elindítottam felvételre, akkor leállítottam a másik felvételt, átkapcsoltam a Szemtől Szembe, ott reklámot, visszakapcsoltam a Becsületbeli ügyre. Kimaradt mindenféle tehetségkutató, de tegnap este ilyen filmorgia volt. Hát két ilyen filmet adni egyszerre, hát miért nem beszélnek ezek a szolgáltatók egymással? A gyerekek, 9-kor elkezdjük a Becsületbeli ügyet 11-ig, akkor kezdjétek el 11-kor a Szemtől Szembe. 9-kor indult a Szemtől Szembe, és 05-kor élt vége, ami azt jelenti, hogy azért az mennyi reklám van benne, tudod, így ránéztem, mikor lesz vége 11-kor, 05, de itt 10 percenként reklám. Ez 3 órás film lett belőle. Hát a reklámok miatt, igen. Na, igen, 3 órás lett egyébként 2, aztán végül is a Becsületbeli ügyet választottam, és azt néztem, hát ez zseniális, nem. Imádom. Igen, még a Patom is jó volt. Igen, Jack és még a hétvégén lenyomták ugye a második Terminátor filmet. Hát arra is rá. Igen, na ilyenkor még becsúszik valahol még a Sólyom végveszélyben, és akkor én így gyakorlatilag így fél percenként kapcsolgatok át igen. másik csatornákra. Én most szoktam rá, ott én ugye évek óta sorozatokat nézek, de most valahogy rájöttem, hogy most nincs mindig kedvem elindítani a sorozatot, és ilyen ATV este 11-kor, Film Plus, mit tudom én, ilyen kisebb tudod, ahova, hogy nem, én nem mindig kapcsolok, meg megnézem mondjuk a Fridinek a műsorát, az ATV, vagy az Egyenes Beszédet, néha a Kálmán Olgát, mert szeretem, de hogy este 11-kor én ezeket a csatornákat már úgy elfelejtem. És ilyen Film Plus, ATV, olyan filmeket adnak, hogy kicsit rácsodálkoztam, mint valami 6 éves, tudod, a Karácsonyfára, mondom, nézd már, mert egy 96-os film, mert itt leadnak, hát milyen világ, nem kell letölteni. Ez már 20 éves film, úgyhogy most már lehet adni nekik is. Nem, nagyon letöltéspárti voltam mindez idáig, és mondom, hát itt Szemtől Szembe, meg egy Becsületbeli ügy, hát milyen jó filmeket adnak. Úgyhogy nem csodálom, hogy esik a kereskedelmi televíziók nézettsége, ugye pont ezért, mert annyian mennek már ezekre a kis csatornákra, hogy effektíve nagyok se tudnak annyit hozni, mint mondjuk 5-8 évvel ezelőtt. Kevesebbet kell fizetni egy 20 éves filmsugár? Nyilván nem. Tehát, hogy a friss filmért sokat fizetsz, azt a nagyobb ebben van ez kategorizálva, nyilván olcsóbb, persze. Meg ezt már akkor megvetted, azt valamilyen közös archívumból ezt szerintem lehívhatod. Hát ha új sorozatot veszel, vagy újat, az jóval az drágább. Drága. Ezeket ilyen csomagokban lehet megvásárolni, különböző nagy tévés vásárokon, Kámban meg itt ott. Mármint maguk a sorozatokat, ezt-azt, de egy jó perc, hát egy ilyen Szemtől Szembe, hát azért az már nem egy friss film, vagy egy Becsületbeli ügy. De még jó most is. De még most is nagyon jó, igen. Majd egyszer megnézem, ha lesz legközelebb. Hát azért érted, most mondom, én is belefutottam ugye a izébe, az ítélet napjában, a második Terminátor filmbe, és így azért megdöbbensz, tudod, amikor így nézed, és azt veszed észre, hogy basszus, hibátlan a film. Hát, hogy egy 90-es évek eleje, érted? A második kettes? Igen, és így nézed, és basszus, az egész hibátlan, és minden tudsz róla, minden másodpercét ismered. És nézed, és azon veszed észre magad, hogy a stáblistáig nézted a filmet, és 26-szor. És tudod, tökéletes. Hogy mit mond, tudod, hogy mi történik, igen. És bődület nagy. Igen, jó az. És miért rossz a 3? Úristen. Igen, annak a Cameron azt nyilatkozta, hogy megölték a gyermekét. konkrétan. Amikor a harmadik. Aztán a negyedik az már megint jobb lett. És hát ugye most fejezték be az ötödiket, úgyhogy hát én jövőre Avatar. Ki van benne? Schwarzi a Terminátor? Igen, benne van. Terminátor, Avatar, Csillagok háborúja,
Elég durva dolgok jönnek jövőre. Láttátok a Csillagokháború a trélerét? Hát igen. Még az első rész. Hát, és nem csak mi láttuk, hanem az első trélert 20 millióan nézték meg. Nem mondod. Felcsendült a zene, és kirázott a hideg. Eddig. Kirázott a hideg konkrétan. Egy csávó mutat, nem tudom ki ő egyébként, a sivatagban rohan, aki még nem tudott ki, jön egy kis guruló robot, meg nem tudom, és egyszer csak jön az ezer éves sólyom, hát ugye neked mondom, mert nem tudod, hogy mi az. Ezer éves, egy madár. És azt egy berepül a képbe, elrepül, és az csak így feljön a felület, hogy Star Wars, tudom, az erő ébredése, talán ez a címe. Aha. De ennyi a tréler, hogy átrepül egy sólyom, meg megy egy ember a sivatagba. Megurul egy robot, nem kell több. De már rossz, már kész, már áz a hideg. Persze, hát ez. És ugyanaz a zenet. Ugyanez? Hát, nem tudom, hogy csak a zenéje volt, de ugyanaz. Már zeneszerzőre sincs pénz. Nem maragszol, hanem azt mondom, hogy... Igen, nem tudom, miből idéztél, de... Igen. De figyelj, te csak, hogy nézed, és akkor ott vannak ugye klasszik betű, klasszik zene, néhány kis utalgatás, pici kis apró kis morzsák, amiket már elhintenek. Látsz például hátulról egy Sith lovagot, aki éppen aktiválja a kis fénykardját, és utána pedig, miután aktiválódott a nagy láng, a nagy sugár, még két oldalra, mint egy klasszik karnál, ugye a keresztvas, érted, így két kicsi. És akkor rögtön így, légy, ne csináljátok. Miért kell annak még ott keresztbe is állnia egy kicsit? Miért ilyen jó? Miért ilyen jó minden? És akkor majd jönnek majd így havonta, két havonta megint az újabb és újabb trélerek, érted? És akkor mindegyikben egy kis pici lesz, és akkor így szépen így, és az állat, a nyálat, és folyik. Figyelj, mire? Bejön a hetedik, nézd meg a 4-5-6-ot. Az 1-2-3-at ki is hagyhatod. Miért ez a úgy közepén kezdődik? Mert ez a 4-5-6-nak szerintem, várjál, hogy is van, az 1-2-3 volt a 4-5-6 előzménye, ez a 4-5-6, ez a 7, ez a folytatása lesz. Tehát igazából a 4-5-6-ot kell megnézed leginkább. Mert ez a 7. Mert ez a 7, ahol ugye hát tulajdonképpen igen, aha, ébred az erő újra. Az anyja, úristen. Na jól van, gyerekek. Erős. Kemény ez. Közben meg még olvasom a Coelho-nak az új könyvét is. Micsoda széles látok. Micsoda kulturális hétvégerem. Bizony. Na jó van. Én meg újra nekifutottam a Kincskereső kisködnek. Nem irigyellek. Lehet jelentkezni játékra. Jó, ha valaki szeretne játszani, akkor nyugodtan írjon nekünk SMS-t. Elvesztett hetünk van, úgyhogy oda az önbizalmunk. Én valahol a szemétdombon kapargálok, ti nem tudom, mit hoztatok a múlt héten, de nem lehettünk annyira erősek, akik kaptunk. Nem pénteken. Feri az egyetlen, aki győzött, illetve talán te is behúztál egyet. Egyet behúztam talán a hét elején, aztán volt a végén egy... Igen, én kétszer kikaptam. Igenem. Úgyhogy nem állunk túl jól. Viszont az ajándékok változtak ettől a héttől, csak mondjuk egyébként, hogy bejöttek a nagyszerű kis klassz sapkáink, illetve klassz sáljaink, illetve van kis karácsonyfa díszünk is, ez az amaz. Igen, igen. Úgy gyerekek, is ma lánykérés van. Ó, hát majd indul a lánykérés. Ma valaki nagyon boldog lesz. Igen, reméljük, igen, mond, bár sem majd egyszer valaki nem, ugye azt is szívesen meghallgatnánk. Ma van a lánykérés 9 után, ugye egész héten ment a próba múlt héten, és ma elindul a mi száguló riporterünk Roli, egy általunk kiválasztotta, mi nem volt könnyű. Érted? Ez egy gyémánygyűrű volt. Ledobd el, igen, úgyhogy ma 9 után élőben lánykérés. Hát az mindig izgi. Romantikus lesz, jó lesz, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Na, meghallgatjuk a híreket Ákosta, jó, mi pedig jövünk a hírek után, lehet jelentkezni játékra. Fél hét múlt, pontosan 4 perccel. Morning Show. A Klassz FM-en. 10 perc múlva, pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, hallgattam ezt a hírösszállítást, tehát a gyerek újra gyere, azt figyelj. Hát ez. Én azóta ezen filozok. Volt egy hírösszállítás Ákos híreiben, hogy etessük a gólyát. És arról szólt a dolog, hogy valaki egy szakértő, csak erre jöttem be, de minden nap ugyanakkor ugyanúgy, és az, mondjuk azt, hogy gyere, gólya, gyere! Én ki fogom próbálni. Hát figyelj, én ezt imádom, gyere, gólya, gyere! Hát én ezt ma este kipróbálom. Gyere, gólya, gyere! Na, ó! Gyere, gólya, te! Gyere, gyere ide, gyere, még egy picit közelebb, most jó, igen, na tessék, egyél. Ki volt Ákos, ki volt Orbán ő? Zoltán volt a kedvencetek. Hát pedig őt imádjuk, hát igen. Ő zseniális, a gyere, gólya, gyere. Érdemes lenne felhívni, hogy ez működik a rinocérosszal is, meg ilyesmi. Nem? Hát mindenképpen. Így etessünk-e békát, így etessünk-e kóbormacskát, gyere, macska, gyere. Gyere, pacsirta, gyere. Igen, vagy a kutyánál, ami emberi hanghoz szokott, vagy a macska, de a gólya, gyere. Hát ez zseniális. Azért nem próbáltam még ki eddig senki, mert pofon egyszerű, annyira hétköznapi, hogy senkinek nem jutott az eszébe. Gyere, gólya, gyere. Azt hiszem, csak a Zolinak van erre ideje egyébként. Zolival többször beszéltünk már, ő zseniális arc egyébként, tényleg.
ahhoz képest, hogy ornitológus szakember, és hogy szóvivő, meg nem tudom mit, tehát hogy nagyon... Van humorérzéke. Van humorérzéke, de a gyere gólya gyere, hát... Lehetes már meg úgy egy gólyát, hogy gyere gólya gyere. Vagy lehet arra gondolsz, hogy ha minden nap elmondod neki, akkor egy idő után megszokja és megtanulja. Hogy lehet, gyere, hogy a gólya az ennyire intelligens, és utána mondod neki, hogy ne habzsolj, félre megy. És utána mondod neki, hogy menjél gólya, menjél, és akkor most tudja, hogy vége. Több nincs, elfogyott, nincs több, látod. Mutasd a kezed, igen. Na mire érdekes volt, igen, szerettem ezt. Jól van, játszunk, megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. Nagyon sok elszánt hallgatónk volt, aki írt nekünk SMS-t, úgyhogy megnézzük, hogy kivel játszunk a héten. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Gyere gólya, gyere, a diszkóklubban szól már az el. Gyere gólya, gyere. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt, sziasztok. Jó reggel. Jó reggelt, ki vagy, szia. Zsombor vagyok. Zsombor, hello Zsombor, jó reggelt. Nézem az SMS-edet, hogy mit írtál nekünk. Zsombor, honnan hívsz minket? Hát 60-ból megyek fel Pestre. Na, első mentés napom, illetve képzésem lett, úgyhogy... Úgy gondoltam, hogy játok már egyet. Uh-huh. Most látom az SMS-t, hogy első mentős nap, ez mit jelent, vagy ez mit csinálsz? Hát végre sikerült bekerülni az országos mentőszolgálathoz. Aha. Most lett az első nap, egy képzésen fogok átesni. És te, mint sofőr dolgozol? Nem, én mentőápoló. Mentőápolóként, ez milyen szép. Szép hivatás. És elszánt hivatás, igen. Nagyon-nagyon szép. Zsombor, kivel szeretné játszani? Nem veled, Balázs, játszunk egyet. Mész a gyengére, mi? Legyél kemény, mutasd meg nekik. Nem jó, tudom, Feri. Az a baj, hogy hónapok óta nem tudok kemény lenni. Egy szemétdomig jutottam, ha most elbukom, megyek a pöcegödörbe. Tehát ezt nem tudok mit csinálni. A mentőápolók erős egészséges emberekkel nem foglalkoznak, csak gyengikkel és betegekkel. Egyébként. Akkor abszolút jó, hogy rám ment. Na jó, van, mehetünk? Mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Figyelek. Szeretnék kérdezni? Kérdezte. Mit tanulsz pontosan? Mondtad, hogy most tanulni mész, vagy felvételizni. Hát, igen, tulajdonképpen. Köszönjük szépen. Ott igen, van. Igen, ott volt. Igen, tulajdonképpen. Ki mondta? Kérem szépen. De az a baj, hogy elindult. Az a baj, hogy elindult így aztán. Ez nagyon jó lett. Volt egy nagyon erős 3-2-1 tessék János szájából. Ha a gyerekek. Legalább játszottam vagy másfél másodpercet. Így Zsomborkám, hát nem is nagyon volt több, igen, 10 másodpercig jutottunk. Nem mondom, hogy szomorú vagyok, hazudnék. Én szomorú vagyok, de nem baj, majd megpróbálom máskor. Zsombor gondolja arra, hogy ez ugye rosszul sikerül, de a vizsga, meg a felvétel, meg az egész meló meg nagyon jól fog sikerülni. Igen. Hát reménykedem. Ez jó, ez az irány, amit Feri mond. Igen, bár még ha hazudtam is, de nem. Mindegy, mindegy, kegyes hazugság. Kegyes hazugság, jó ez. Zsombor, köszi! Köszi, ciao, hello. Hey, ami gyerek, ami jár, az jár. Egy kicsit, csak egy picit hadd élvezzem ezt a pillanatot. Holnap már úgyse így lesz. Vagy hol lesz meg a kakast. Igen, megsimoltam a kakast. Hol vagyok? Megyek a szemétdombról? Látom a szamárt. Igen, most vetted észre a távolban. Még most nem tudom beazonosítani, még bármi lett az állat. Még visszamehetek. De már ott a szamár valahol. Na, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Megindultunk. Hétfő van, kezdődik egy hét, rossz az idő, és még egy pontot is elvettél a hallgatóktól. Hát kell lennél. De jó. Kell lennél több. Na jó van. Gyorsan egyéb közlekedés, 10-es út befelé megint kész agybaj, kaptuk SMS-ben. A Bosnyák téren sötétek a jelzőlámpák, írta nekünk Erzsi, drága vagy, köszi. Szerencsnél a 37-es főúti tiszta, jó járható, ezt hát majdnem írtam, majdnem mondtam, hogy D írta, de az egy smiley-e. Még azért. Jó, a győzelem elvette az eszet. Kicsit, hagyja. Megborondultam, igen. Imádom az esőt, egy csomót kellett várnom buszra a szakadó esőben, Zekő küldte nekünk. Hát igen, Dobogókő felé a jég miatt letört fákat takarítanak, egyelőre itt állunk. Uh-huh. Ott pedig már letört jég van. Illetve pontosabban letört fágak, amik jegesek. Jól van, na hírezünk egy picit. Ákos jön újra a legfrissebb hírekkel, 5 perc van pontosan 7 óra, mi pedig jövünk a hírek után. Kint az utcán, télen és nyáron, ha hajnal hasad, ha melóban.
Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Ferri! Hello! Sziasztok! Hello! Jó reggelt! Drága hallgatók, elindul egy újabb hét, itt vagyunk, és hát nem indul jól, mármint időjárás szempontjából legalábbis egészen biztos, hogy nem jól. Az egész országot érintő hidegfront érkezett meg, talán néhányan fejfájósan aludtak, keltek. Köztük egyébként én is. Hidegfront gyerekek, nulla fok, eső, ónos eső, havas eső. Néhány szerencsés helyen talál hó is, a magasabb hegyeken, vagy magasabb helyeken, de hogy hát aki most indul, vagy kinéz az ablakon, és kilógatta a kis orrát, hogy hogy öltözzön föl, gyerekek, melegen, mert baromi hideg van. Ráadásul ami jeges kis északi szelecske is fújdogál néhány helyen, amitől még a mínusz egyet is, vagy a plusz egyet is mínusz tíznek érzed, úgyhogy hát nem tudunk sok jóval kecsegtetni. Melegen is esőállóan. Melegen esőállóan, így van. Ha valaki ritkán vezet, az most vegye elő az esernyőnek használt autót, kapcsolja ki a ködlámpát a beír a városba, de gyerekek, hát ez igazi tér. Egyébként elsője van, tehát ez valahol rendben is van, nem? Egy pár fokkal lejjebb lenne, akkor ez most havacska lenne. Akkor még tudnánk neki örülni. Most a legirigyeltebbek az országban a cégény dányádiak. Na, mi van? A tornyos pálcaiak, illetve, ahogy nézem, a nyírtasiak. Mert ott lehet látni a felhők mögött egy pici kis napot, legalábbis az internetes portál szerint, ami az időjárást hivatott így bemutatni. A többi helyen az országban mindenhol esőfelhők, meg hasonló, nagyon szép és nagyon kellemes. Igen, nem jó ez most, gyerekek, nem jó. De hát nem, ez van. Nem. Ha meleg lenne, akkor kicsit az lenne a baj, most esik, az a baj, nem? Ugye? 70 esők, az a baj. Minden körülnél? 80-as vagyok, az a baj, az nem lehetek, de az is baj. Hát, úgyhogy minden baj. Valakinek minden baj. Valakinek minden baj, igen. Na és hogy ízlett az első idei beigli? Jó volt, kellemes volt. Én a mákosat kevésbé szeretem, de a diós az, gyerekek, az kiváló volt. Jó, jóféleki. De ezt már karácsonyra vetted, vagy ez még tavalyról maradt? Nem is vagy? Vettem, hanem a kedvencem erzsébeti cukrászdámból küldték nektek kóstológyanánt. Nagyon. Gondolták, hogy akkor legyen az idei első az övéké, és nagyon jól tették, nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, és szerintem nagyon kis kellemes. Diós, mákos, szilvás. Hát a diósat már ne keressétek, azt múlt időben. A diósat itt ne keressétek. Picit gondoltam, hogy a migrénemre nem segít más, csak a diós megni. De hogy mennyiségben. Az utolsó után vettem észre, hogy megettem az utolsót. Némi lelkiismeret furdással egy mákossal gyorsan lefolytottam, aha, hogy ne elnyomjam azt a fajta megszülető lelkiismereti kérdés, ami megszületett bennem, hogy jaj, megettem az utolsó diost, egy mákossal lenyomtam, és utána, aha, már semmiféle lelkiismereti kérdésem nem volt. Igen, már azt nekem. De úgy működik, hogy elnyomod a diós ízt a mákossal, igen, és akkor már nem emlékszel, hogy teheted meg a diósat. Amikor rájövök, hogy az utolsó volt, akkor gyorsan eszem egy másikat, és eltörlöm magamban azt a nyomot, aha, hogy én ettem meg az utolsót, hiszen én mákossat ettem utoljára. Igen, igen. Mert, tudod, olyan kicsit szemétkodom, megeszed, Balázs, mákossat. Nézd meg a fogam. Most megeszed az utolsó diós, rájössz, és még egy marad egy ilyen diós íz a szádban, és jönnek a többiek, hogy diós van, még diós íz, és te kicsit érzed a diós ízt, és az olyan, tudod, mintha hátba szúrnál valakit. Megeszed az utolsó diost, észreveszed, hogy megetted, ráfolytasz egy mákossat. És akkor már semmi gond. Ennyi. Van még diós. Nem. Mákosat ezzel. Hát én mákosat ezzel. És kész, és vége. És megoldottad a dolgot. Ennyi. És muszáj, hát ezek nagyon ki vannak találva, úgyhogy azt már ne nagyon keresétek. Ha valaki még elvett volna, hát tudjátok, ahol én ott vagyok, ott gyorsnak kell lenni. Én meg a mákosat szeretem, remélem valaki a szívásat is. Legyetek nagyon gyorsak. Na, azt mondja, hogy Pécs Árpád-tető hatalmas köd, látótávolság körülbelül 10 méter, Szabi küldte. Aztán nincs közlekedési lámpa Bajcsi Andrási kereszteződésben, Happy Day Sziporka üzeni azt nekünk, az szép. Bajcsi Andrási kereszteződésben nincs lámpa, ott a leáramló Láncidi forgalom Deák térről, az szexi lesz. Csepeli bekötő legelején a Csepel lámpánál két kocsi koccant, két sávot elzárnak, óvatosan menjen mindenki. Rien küldte nekünk. Hungária kerepesi kereszteződésben nem működnek a lámpák, csak úgy, mint szinte minden reggel rendőrök irányítják a forgalmat. És a budai alsórakpart elesett, Zozito küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Hát gyerekek, az ott valóban nagyon kemény, mert hogy ugye nem tudsz lemenni a Margit hídnál az alsórakpartra, mindenkit beterelnek a főutcába, vagy ugye el a körútra. Hát figyelj, ott hétvégén is akkora dugó van, hogy az valahol a Mozaik utcánál tudsz lemenni, és akkor úgy végig. Mikor lesz az kész? Azt nem is nagyon néztem. Igen. Kérdezi valaki, hogy láttuk-e a Star Wars 7 első hivatalos előzetesét, hát ezt 6,5 hét között már megbeszéltük, igen, hogy nagy tisztelgéssel, hidegrázással és lootbőrrel néztük végig, és a Millennium Falconnál könyvbe lábadt a szemünk Janival, és felálltunk, és egy percig némán álltunk a szobába, ő a sajátjába, én is, és pályán nem értették, hogy mit csinálunk. Nem tudtam,
tudod. Igen. Füles fel. Én ilyenkor mindig ezt szoktam csinálni. Maradjatok már csak, de légy szíves. Igen, tréler nagy képernyőre kitesz, felrak a füles, HD, és csak azt nézem. Koncentrálok, és minden idegszállammal beszippantok minden egyes elemet. És rengeteg várakozás van bennem, rengeteg feszültség, rengeteg izgalom, ugyanakkor némi bizonytalanság. És nálam bizonytalanságot egy kis robot okozza most, aminek forog az alja, és picit ilyen, hát kicsit debilnek találtam, és emiatt egy kicsit tartok tőle, hogy ne legyen zsáb-zsáb ilyen irány. Igen, hogy ne, kérlek, ne, könyörgöm. Jó? Tehát jó lenne, hogy a következő pillanatban kapna az valamilyen nagyon komoly találatot, ez a kis robot. És eltűnne az életedből. Igen, ami miatt már a javák sem tudnak ezzel semmit kezdeni, és csak valamilyen roncstelepen végezheti. Nem, hát csak nem követik el újra ezt a hibát, amit elkövettek már a Jar Jar-ral, meg ez a Jar Jar Binks, Wings, én nem tudom, gyűlöltem, nem is nagyon néztem. Az első háromból csak a harmadikat, amikor megértjük, hogy Darth Vader miért Darth Vader, azt már szeretem, mert az már kellően sötét az lelkemnek. Az első kettő, az Amidal a királynő, meg a Jar Jar, meg ú, de utáltam. Karácsonyi játékpiacnak inkább a Jar Jar Binks a slágere, mint Darth Maul, érted, de hogy azért így színe már az többször ne. Az a nagyfülű, ilyen félnyúl. Az aranyos, igen, tényleg. De ez honnan tudod? Még villanszit néha. Villanszit néha, egy-kettő teljesen váratni, a nyolcason megúszol. Honnan tudsz te éneket, hogy ki az a Jar Jar? Honnan tudsz te egyáltalán arra, hogy mi az, hogy csillagok háborúja? Ezt nem lehet neked tudni. Kaptam egy ilyen plusz figurát, és azért utána kellett néznem. Jaj, milyen ez neked nagyon idegen nyelv? Ilyenkor, amikor így beszélünk, na, hogy... teljesen nem tudom, hogy a bináris nyelven beszélő, a párologtatón bináris nyelvén beszélő, milyen protokoll droidok, meg tehát ez teljesen érthetetlen számomra. Ez egy maga a filmművészetet se értem, hogy ülsz egy moziba is ott vagy, érted, bárhol a világban. El kell ugranom Toshiba a konverterekért, ezt tudod, hogy ki mondta, hol mondta, mikor mondta, és milyen kérdés van. Csak a Toshiba konvertereket a Toshiba konverterekért, nem? Na de neked mi az az ikonikus film, amire, hogyha gondolsz, amit ha látsz valahol, amit, hogyha... Tüskevár. King Kong. De az, hát, végül is igazad van. Tüskevár mondjuk, ha nem tévéfilm, hanem mozifilm. Mozifilm. A Tüskevár mozi verziója, igen, az új. A rendezői változat. Nem, a fehér nincs, és a fekete nincs a nagy harca, Michael Dudikoff, nem? A szeretet, gondolom. Nem, a Last Ninja, vagy nem tudom, mi volt. Nem, Show Koshugival és Franco Neroval, amerikai ninja. Amerikai ninja. Hogy hívják, Michael Dudikoff az amerikai ninja volt. Ő volt az amerikai, és ki volt akkor a másik? Az a japán ninja volt? Sokosok, igen. És ők összevesztek. Nem. Szerintem ők nem játszottak együtt, tehát hogy nem jött össze ez a nagy harc. A Frankon érős a Sokosugi? Nem a Frankon, nem a Sokosugi és a Michael Dudikoff. Azt nem tudom. Ők nem. Aha, de a Frankon érő az összevesztett a Sokosugival. Ők nem bírták. Nem szerették, értem. Nem szerették egymást. Nehéz dolgok ezek. Ha mindegy. Jó, majd elviszünk egy valami. Elviszünk erre. De drágák vagytok. De ugye ezt nem fogom érteni. Nem. Vagy érted? Ez ettől függetlenül sem ér? Ha, érted. Ennek látnod kell az előzményét. Az előző, legalább az 5-6 hetet meg kell nézed, illetve pontosabban 4-5-6-ot. Aha. Mert ugye a hetedik jön most. De az normális dolog, hogy megcsinálsz elsőre egy negyedik részt? Azt már tudtuk, hogy negyedik epizód, amikor először azt levetítettük? 77-ben jött ki, úgy jött ki, hogy negyedik epizód. Az egy óriási húzás volt. Hát egy hihetetlen marketing fogás, látott, az azért már gondolva, tehát azt lehetett látni, hogy valaki nagyon gondolkodik előre. A Lukács volt, el is mondta, igen, hogy miért, mert tudta, hogy egyszer majd tartott a filmtechnika, hogy megcsinálja úgy, amit ő valójában szeretne. Másrészt meg óriási marketing húzás, mert rögtön egy mítoszt teremtett. De hol van az első három? Hú, az első három? Mi ezen el, hogy hallgattunk, hogy vajon az első hármat, azt már leforgatott, csak nem hozták be még Magyarországra? Érted? És így rögtön abban a pillanatban már kész volt a mítosz. Megnézted az első részt, ami nem is az első volt. De akkor hol van a többi? Igen, azt nagyon kitalálta egyébként, jó volt. Na mindegy, igen, szóval visszatérve a hallgatónk kérdésére, láttuk. 9 óra után hívjuk Szani Rolandot, jó? Hurra! És az első lánykérés leközvetítjük élőben. Hogy örültünk neki? Mert már hetek óta beszélünk róla, és végre megtudjuk, hogy lesz-e lánykérés, vagy lesz-e egy igen a végén. Szerintem ez jó, tök jó. Reméljük, hogy igen lesz, azt se bánjuk, ha nem. A lényeg, hogy izgalmas legyen. Roland már megy a helyszínre, a mai kiválasztottunk már megvan, ugye? És nem mondunk róla túl sok minden, nehogy az illető magára ismerjen, hogy az ő párjáról van szó, mert elvileg a hölgy nem tudja, ugye, hogy megy a Roli. Elárult az, hogy hölgy, az ország fele már kiesett. Az ország fele már az oda elvért, igen. Kicsit mindenki magára gondol most, hogy hát ha én. Szóval, hogy nem tudja, hogy ő az, reméljük, hogy delikvensünk nem is adta le a drótot hétvégén.
mert ugye pénteken mi már úgy fölhívtuk, hogy ő az első kiválasztott, és megy majd 9 óra után pedig élőben. Hmm. Közvetítjük a kommandózást, ahogy eljut az illetőhöz, a hölgyhöz, és hát megkéri a kezét, aztán meghallgatjuk, hogy mit mond. A gyűrű Rolinál van? Hát ezt nagy én nagyon baj. Remélem. És mióta? Ugye nem pénteken kapta meg. Az már három lány kezére felhúzta. Igen, nem lehet, hogy nála volt valamelyik buliban, szombaton, a vagy vasárnap. A lány kezére biztos, hogy nem húzta föl, egy kocsmában van a gyűrű. Az nem. Beváltotta itt arra. Vagy egy most még zárva tartó zaciból tudnánk kiváltani majd, mert Roli elitt a gyűrűért kapott árat, igen. Vasárnap jövök érte, Dezső. Tényleg jövök érte. Jó, addig tedd el való. Na, egy nagyon érdekes hírre bukkantunk, és ezzel szeretnénk egy kicsit foglalkozni, mert annak ellenére, hogy az Olaszországban történik, szerintem mindenki hozzá tud szólni, olyannyira, hogy nyilván mindenki tudja, hogy ő a lakóhelyén mind változtatna, vagy mit tiltana be. Mert hogy Velencében, ugye, hát és itt most nem az Agádi Pop strand mellett található Velencéről van szó, Feri kedvenc helyéről, hanem az olaszországi Velencéről, betiltják a guruló bőröndöket. Nagyon okos. Betiltják a guruló bőröndöket, mert az azokat húzigáló turisták zavarják az ott élők nyugalmát. Ezen én egyébként kiborultam, azt is elmondom rögtön, hogy miért. A büntetés nem kevesebb, mint ezt hallgassátok meg, 500 euró. Az nem gyenge. Az egy lata 150 ezer forint, most, hogy a forint kicsit ugye megint gyengélkedik. Abból elég sok gurulós bőröndöt lehet vásárolni. De nem vásárolhatsz, hiszen az gurul. Érted, nem jó. 150 ezer forint a büntetés, annak, ha valaki mer egyébként gurulós bőröndöt húzni. Felháborító egyébként szerintem. Nem lenne felháborító, már ne haragudj. Van egy lakókörnyezeted. Elmondom, hogy miért. Jó. Mondta. Jó. Van egy lakókörnyezeted, ahol te élsz. Az egy dolog, hogy te a világ egyik olyan városában vagy, ahová a legtöbb turista elmegy. Igen. Ez Velence. Te ott laksz. Na most a legtöbb tér, meg a legtöbb út az Macskaköves Velencében. De miért? Ez az. A turista való igaz, hogy neked pénzt hoz, te abból élsz, hogy ő a turista. De képzeld el, hogy napi 5000 bőrön megy el így az ablakod alatt, hogy... Viszont, az 10000 kerék. Igen, János, köszönöm, tényleg, de hogy jön ez ide, hogy az hány kerék? Érted? Egy pillanatot nem tudsz pihenni. Fogja meg a bőröngyét, emelje meg, menjen arrébb. Ha, és mit csinálják, mondjuk nélkül az 5000 turista nélkül naponta? De jöjjön naponta. A turista, csak a turista próbálja meg azt elfogadni, hogy ott lakóhelyek vannak. Én azt mondom, hogy tök jó lenne, hogyha lennének európai városok, akik most elkezdenek kampányolni, hozzánk jöhetek, minket nem zavarnak a guruló bőröngyeitek. Én is ezt gondolom. Szóval azt gondolom, hogy elegem van a velenceiekből. Az a bajuk, hogy alacsony a vízszint. Az a bajuk, hogy magas a vízszint. Hajóval ne menjél be. Gyalog ne menjél be. A kocsival ne menjél be. Vonattal ne menjél be. Ne csinálj semmit. Örülj, hogy létezel, de azért gyere, kedves turista. És költsd el a pénzed nálunk. Rohadt nagy összeget, persze boldogok vagyunk, hogy ilyen városban lakunk, hogy az egész világ minket akar megnézni, de rohadjál meg, tedd le az autódat, rohadjál meg, tedd le a hajódat, ne is gondoljál arra, hogy te egy nagy hajóval oda bejössz, ne is gondoljál arra, hogy egyébként nem jössz gondolával, ami egyébként 100 000 forint, ha menni akarsz fel egy órát, és még a bőröndödet is egy kicsit edd meg, ha teheted, ne húzd itt végig a kövön, halka menjél, csendben, tegyél le egy nagy készpénzösszeget a városháza kapujánál, hagyd ott, sőt, és menjél haza. Ne is gyere el, hát csak utald el a pénzt, maradj otthon, ahol vagy, mi meg majd küldünk neked egy képeslapot. Szóval tényleg a világ egyik legszebb városa, én értem, hogy őket zavarja, de ők azért élnek ilyen jól, mert egy ilyen városuk van, és azért élnek ilyen jól, és fizetnek sokkal kevesebb adót, és ilyen szép a városuk, mert azt a turisták egyébként a befolyt összegből visszafordítják a városra, azért tudnak ajándékshoppokat üzemeltetni, mert egyébként a turisták ott megveszik, azért van 600 pékség, 800 volt, mert a turisták ezt eltartják. Na, igen. De most te elvárod, hogy jöjjenek a turisták, örülsz neki, költsék el a pénzt, de már egy bőröndöt se húzhatnak? Ne húzza. Ne szemeteljenek, oké. Ne hangoskodjanak, oké. Járjanak gondolával, oké. Nem olcsó, de járjanak. Menjenek motorcsórakkal, nem olcsó. Kocsival nem menjenek. De már bőröndöt se húzhassak, ha el akarok menni oda hát pénzt költeni. Hátizsákos turisták menjenek. Nem csak hátizsákos, fogd meg a emeld meg a bőröndödet. De hogy emeljek meg egy 20 kilós bőröndöt? Hát most nehogy már egy 20 kilós bőröndöt be... Vizé recsencsél, hát azt meg lehet emelni, és el lehet vinni. Hát most érted, itt rengeteg... De várj, Velence olyan, hogy megérkezel ugye a hajóval, nem is biztos, hogy taxival, tehát nem motorcsónakkal, mert ez nagyon drága, hanem megérkezel ezzel a public hajóval, ami itt mondjuk a vízibusz. Aha. Hát valahol letesz téged valamelyik hídnál, nem tudom, és elindulsz, gyalog megkeresni a te kis szállásodat. Igen. Tehát csak a nagyon menők érkeznek meg úgy, hogy motorcsónakkal, egyébként a szállásnál kirak téged, átemeled a stégre, és onnan bemész a szállodába. A legtöbb ember azért úgy megy, hogy ott kajtat a bőröngyével, és megkeresi a kis szobakonyhát, ahol éppen elszállásolja magát. Na, és hát amikor most ott se húzzam a bőröndön. Hát zavarod a helyieket. Hát akkor legyen tömegközlekedés, fejleszék, legyen metró.
De ez olyan, hogy a, mondjuk a te kerítéseden, a, nem tudom milyen a kerítésed, de ha mondjuk ilyen rácskerítés van, minden nap állna egy ember a lakásod, a házad előtt egy vasbottal, amit így neki támasztanál a kerítésnek, és menne leföl a kerítésre. Nézd, ha nagyon sok pénzt fizetne nekem is, én abból jól élnék. Ezt hallgattad egész nap. Ezt de annak mi értelme van, mert a csomagjaim elvitel a szállodába, azt szerintem az egy értelmes tevékenység. De amit te mondtál, az én csak a hanghatást mondom, hogy ugyanaz a hanghatás. És mi a helyzet a velencei nyugdíjasokkal, akik bevásárolni mennek? A és húzzák magukkal, akik ők is emeljék föl. Nekik lehet, ők mert is emeljék, ők helyiek. Meg ő egyszer megy. Hogy lesz majd ez ellenőrizve? Jön a rendőr, és azt látod, hogy 100 ember hirtelen így megemeli a bőröngyét? Egyszer csak csend lesz. Felbukkan a... Saruk! Elmegy a rendőr, befordul a mélysikátor. Ezt hogy ellenőrzi majd a rendőr? Vagy? Megfordul a rendőr, megint csend. Igen. Ki volt az? Állott valahol, mit tudom, a Sóhajók hídjánál, a Dózsa palotán, vagy a Szent Mártéren, ahol 600 ezer ember áll, egyszerre repülnek a galambok, és mindenki húzza a bőröngyét. Maga volt? Ki volt? Hogy ellenőrzi? Én nem voltam. Én emeltem. Én sem. Én volt az? Nem én voltam. Az volt ott. Én velencei vagyok. Tehát értem én egyébként, hogy nekik ennyi bajuk van, de kicsit menjenek a fenébe. És költsék el a pénzüket Budapesten. Aha, én azt mondom, hogy itt lehet. Turistáknak, hogy itt zavarunk lehet. Ez olyan, mint nem zavar. Magyarországon egyébként a Hősök tere környékén lakók, vagy a Hortobágyi 9 lyukú hídnál azt mondanák, hogy mit tudom, a Hősök terére, aki ellátogat, ne jöjjön magas sarkú cipőbe, mert a Hősök tere környékén lakókat egyébként zavarja az a topogás, és mindenki vegye le a cipőjét. Aha, nem hát rossz. Itt hagynak egy csomó pénzt a turisták, ha nem szemetelnek, nem randalíroznak. Az, hogy ők most húzzák a bőröndöt, hagyj húzzam már el a szállásig a bőröndömet, hogy utána nagy elnézések közepette azért elköltsek egy kis pénzt Velencében. Nem? Ezek az olaszok egyre szemtelenebbek, ugye? Egyre durvábban tolják. Én egyébként azt csinálom, hogy oda küldenék egy csomó magyar idegenforgalmi szakembert, meg szórólapozót, és ahogy hallják, hogy valaki elkezd panaszkodni erre a szokásra, a rendőrökre, hogy állandóan vegzálják őket, meg megbírságolják, akkor onnan menni, és akkor jó napot kívánok, hagyj ajánlom a figyelmüket Budapestet, Közép-Európa egyik legjobb városáról van szó. Nálunk aztán senkit nem zavar, a húzza nyomorult bőröngyét. Egyébként hol kopog ez a bőrönd? A macska kövön. Igen. A sima kövön nem kopog, nem? Nem annyira. Mit kéne csinálni? Ja, hogy kövezzék le az egészet simára. Miért én oldjam meg, és azzal, hogy megbüntetik? Aha. Kövezzék le simára. De hagyjuk is az olaszokat, mert nem róluk akarunk beszélni, ez úgyse érint senkit annyira mélyen. Inkább vizsgáljuk meg azt, hogy nyilván mindenki a saját lakóhelyén betiltana valamit, ez a hír, ez nekünk csak egy kiinduló hír volt, ugye, egyébként hülye olaszok, hogy úgy kell nekik, hogy tényleg menjünk oda egy bőröndel. Beraklak egy kis bőrönbe. Igen. Húzlak, és amikor jön a rendőr, akkor tereket kint lesz a lábad a bőrönből, mindig arrébb rohansz. Tényleg, és akkor föl tudsz állni. És kettem rossz. Hülyére vegzáljuk a rendőröket. Az teljesen jó. Nekem annyit megér, hogy eljussak Velencébe. Jó, ez a díl. Hogy ki mit tiltana be a saját lakóhelyén? Biztos, hogy rengetegen szenvednek valamitől. A városban laknak, kisközségben, faluban, kisebb városban, bárhol, amit ők szívesen betiltanának, mert ott valami olyan történik, ami nem igazán jó. Hát mindenkinek van ilyen, nem? A saját társasházánál, a saját lakóövezetében, a saját falujában betiltana valamit. Ami olyan, hogy egyszerűen nem hiszed el, hogy ez még mindig megtörténik, zavar, és az az illető nem hagyja abba. Most nem biztos, hogy arra gondolunk, hogy valaki fúr egy panellakásban, hanem ott az adott környéken, lent az utcán. De rendszeres kell, hogy legyen. Rendszeres kell, hogy legyen, igen. Aha. Ja. Én például, amikor társasházban laktam Újpesten, nem volt egy túl szerencsés kivitelezésű társasház, mert úgy csinálták meg, hogy nagyon közel voltak egymáshoz, és ugye minden nagyon vízhangzott. És volt egy gyerek, akinek az volt rendeltetésszerű szórakozása, hogy akkor én már rádióztam, hogy a rádió DJ-nél, hogy ő megérkezett, 6 éves volt, egy kosárlabdával, de nem volt neki testvére. És a következő történt, megállt az ablakom alatt, azt hittem megölöm egyébként. Tehát már elhatároztam, hogy megmérgezem, nem valamit csinálok vele, kirakok neki, megkínálom csokoládé vagy altatót teszek benne. Az volt a szórakozása, egy 8 éves kisfiú volt, 6 éves, jött, kínáltam az erkélyben, láttam, hogy jön ödönket, ott így hívtam, fogta a kosárlabdát, és elkezdte lefelé, de nem is a falra, lefelé, egy órán keresztül ezt csinálta, figyelj. Hát gyakorolt az alapokat. Én minden este úgy aludtam el, hogy a kisfiút is szenvedélyesen kínoztam. Tehát, hogy így láttam magam előtt, hogy mit csinálnék vele. Gyakorolt az alapokat, nem volt neki egy tesója, akivel ő passzolgatna. És barátai se. 3 óra 5-kor kisfiút leengedték a kertbe, ugye zárt társasház volt.
És ezt nyomta megállás nélkül. Négy szóltál órakor, neki vagy a szüleinek? Négy órakor az anyja. Jósika! Nem tudom, hogy hívták. Gyere föl! Még 10 perc, pattogtatás, gyerek eltűnt. Semmit nem hallottál róla? Második nap. Három óra. Figyelj, én azt hittem meg. Az új Dávid Kornél van Józsika. Én nem tudom, ki volt az a Józsika. Én nem tudom, hol van most. Nem tudom, mit csinál. De jöjjön ide egy nagyon nagy pofonért. Én azt hittem, hogy megőrülök. Ez többek már... között ezért is költöztem el. Én nem konfrontálodom meg gyerek, meg persze. De hogy miért nem szólt neki valaki, hogy menjen ki a fűre? Vagy figyelj, menjen a 8 évvel ezelőtt volt. Tehát, hogyha az a gyerek mondjuk nem 8 éves, akkor most 16 és ide jönne egy ilyen izét, ilyen 1,90-es. Nekem szólták körülni. Hallottam a rádióba, kérsz egy taslit, és akkor hallanak, a kezem, hogy közeledik egy hang, így a folyosan. Csak már gyorsabban menni. Még mindig a legjobb barátom Wilson, de most te is megkapod, tudod? Figyelj, én komolyan mondom, de amikor meg akarod ölni magad, tehát már nem arról szól a dolog, hogy hogy némítsd el a gyereket, hogy szúrt ki a labdáját, hanem ott vagy, hogy rituálisan megölöd magad, nem bírod. És minden nap 3 óra 5-kor. Az elkezdtem nyomozni, hogy ki az anyja, tudok-e vele beszélni, és sose derült ki. Egy ilyen magányos kisfiú, hát egy ilyen mindenkinek van, aha, nem? Hát, hogy nincsenek is szülei, egyedül élt ott érve. Kiszúrt, hogy hol... Ezt nyomta, igen. Nektek van valami ott a lakókörnyezetben? Nekünk idegesítő kisfiú, van. Sikoltozó kislány, görkorcsolyázó. Nem, nekünk 2 darab idült alkoholista van, akik a kisboltba vár, és minden nap, minden este úgy vannak, hogy bemennek a kisboltba a csavaros kifliért, fejenként 2-2, és az a baj, hogy náluk a beszédközpont már nagyon sérült. Tehát így beszélnek, nem érted, hogy mit mondanak, és üvöltenek egymással, tehát lehet, hogy kicsit ízesüketek is. Ott előttünk lecsavarják a kiflének a végét, azt egy szuszra megnyomják mind a ketten. Addig ott rendeződnek a mondatok? Nem rendeződnek a mondatok is. Oda se felé se rendeződnek, tehát a feles felé se rendeződnek, de a felesből vissza se rendeződnek, és mindig az utcafronton megállnak a mi lakásunk előtt, vagy alatt, meg hát a többi lakás is, ugye oda néznek, és egy fél órás beszélgetés van így. És meg tudnád ölni, mert ráadásul nem is érted, hogy mit mondtad, ha még kíváncsi lennék rá, akkor se, és úgy, hogy zárt ablaknál a negyedikre fölhallatszik, tehát halkan beszélnek. Igen, nem tudom, melyik a jobban. Az legalább monoton. Legalább, hogy el tudnál aludni, tehát én már vizionáltam, hogy látom a labdát, hogy pattog, tudod, visszaszámolok. Sanyi! És minden mondat így kezdünk. Sanyi! Igen. Kérdés az is egyébként hallgatóinkhoz, hogy oké, hogy van valami, ami irritál, de hogy mennyire tudnád büntetni, mit csinálnál velük, jó. Mi lenne a büntetés, jó? Tehát pénzbüntetés, kínzás, labda elkobzás, éjjel-nappali bezárás, tehát mivel tudnánk őket büntetni, ha már a velencejek mondjuk 500 euróra büntetik a gurulós bőröndöt, akkor mi mivel büntetnénk az illetőt? Te mi a Józsikát mivel büntetted volna? Elvetted volna tőle a kosárlabdáját, és valami mást adtál volna neki? Mondjuk pingponglabdát. Én látom, hogy oda megyek, és ilyen kélyes vigyorral az arcomon kiszúrom a labdáját. De nem voltam soha elég bátor, meg nem is szeretem gyerekekkel ezt csinálni, tehát nem vagyok ilyen, de tudod hányszor elképzeltem? Te szóltál neki? Tehát leültetél neki az udvarra, hogy sakkozzál inkább! Nem, a gyerekeknek könnyebben megbocsát mindent az ember. Magamban képzeltem el, hogy mit csinálnék, mondjuk csak a labdával, hogy mennék át rajta az autóval, hogy farolnék, tehát mindent elképzeltem. Na, várjuk az SMS-eket, jó? Tehát kit mi idegesít a lakóhelyén, és mivel büntetném. Igen, 7:30 pontosan 4 perccel, jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 2 perc múlva jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és arról beszélgettünk ugye, hogy Velencében betiltják a guruló bőröndöket, mert az azokat húzigáló turisták, hát egész egyszerűen zavarják az ott élők nyugalmát. Felháborító egyébként szerintem, hogy te turistaként odamizodhatsz egy csomó pénzt, és még megrendszabályoznak, tehát a rohadt veszel magadnak egy házat, tényleg. Rohadt sok pénzért Velencében egy lakást, és nem tudsz aludni, mert húzogatják jó, a bőröndöt. Jó, de könnyen beszélsz, mert ezt az alfásról, neked tisztelegnek, beengednek, érted, felvesznek a vállukra, és bevisznek. Azt mindenki azt hiszi, hogy olasz vagy. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, megérkezel az alfáddal, és a vállukra vesznek, bevisznek. De egyszerűen hihetetlen, egy csomó pénzt ott hagy az ember, tűrjék. Tehát a világ egyik legszebb városában laknak, milliókat hagyunk ott, bírják elviselni. Ennyi. Ráadásul nem is ér le a kézi podgyászodnak az alja. Az meg a másik. És arról kérdeztük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ők a saját környékükön mit tiltanák, mit tiltanának be, mit büntetnének, mi az, amit egész egyszerűen
szankcionálnának, mert hát elviselhetetlen. Nagyon jó SMS-ek jöttek egyébként. Forr az indulat a magyarban. Azért ez látszik, hogy mindenki megölné, megkínozná, megbüntetné a szomszédját, a másik gyerekét, és hát egyszerűen tényleg, tehát ha itt nem lenne egy hétig bíróság, rendőrség és börtöntől való fenyegetettség, gyerekek elszabadulna a pokol. Tehát mindenki elsőként a szomszédját ölné meg szerintem. Ez egészen biztos. Abszolút egyetértek veled, Balázs, hogy én is ölni tudtam volna. A szomszéd kisfiú biciklije fel van szerelve egy szirénázó játékkal, ami olyan, mint egy kínai remekmű. Van nekünk! Te az nem mi vagyunk? Olvasd tovább. Az utca teljes szakaszán hallható. A vizsgaidőszak közepén kicsi agresszív állapotban, de mégis tűrtőztetve magam, éjszaka kiszereltem az elemet a szirénából. Így van, ez a megoldás. After küldte nekünk. Szomszéd kisfiú hétvégén reggelente egy egész F1-es futamot lenyom bicajon körbe-körbe a kertben, persze hangokkal, és rohadtul kihúzatja. Ha megunja, akkor jön a kettes metró. Az ereimet vagdosom. Engem az idegesít a lakóvezetemben, hogy nem engedik, hogy kosárlabdázzak, pedig már 8 éve próbálkozom. Üdvödönke. Na, te barátod, hát ő az, igen. Én kiborolok attól, hogy nyári kánikulában a fű elégetésével nem lehet megvárni, amíg enyhül a meleg. A nyugdíjasok akár napközben is égethetnének, de ha már nem várhat, akkor miért hajnalban és este égetnek, hogy nehogy véletlenül egy kis friss levegőhöz jussunk? Ablakuk alá gyújtanék be, írja egy hallgató. Hát igen, igen. Sokba kerül a zsák, mert egyébként meg el is viszik ráadásul zöld hulladékgyalánt. De ők tényleg, ők ilyenek. Igen. Nagyon zavarja őket. Nyári estéken végighallgatjuk a Bikini és a Republic teljes diszkográfiáját, amit apuka hallgat a garázsból kiállva, amíg a srácok rúgják a bőrt az ablakunk alatt. Nagyon jó, két minőségi zene érte. És ismeritek ezt a típust, aki egyébként a legromantikusabb, leghalkabb, legcsendesebb, legvisszahúzódóbb számot is üvöltve. Adj helyet magad mellett! Az ablakhoz én is odaférek! Mesztelen vállathoz érjen a vállat! Kosszoljában rohadjál meg! Tényleg. És egy szép lírai számot is úgy hallgat, hogy recseg a magnó. Igen, recseg, igen. A magnó. Amit egyébként mindenki általában úgy hallgat, hogy összesimul a párjával, szépen így beleringanak, érted? A romantikába. Igen, ez abszolút, abszolút megvan. Recsegő... Rohadtál meg, igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Attila, hello Attila, na mesélj te, mit tiltanál be, vagy veled mi történik? Hát nekünk van egy édes drága aranyos szomszédunk, aki hát ez a kicsivel több alkoholt fogyaszt a kelleténél, akkor neki kell verset mondani. Nagyon jó. Igen. És hát a teljes repertoár az Arany János, Petőfi Sándor, jó. József Attilán keresztül. Nagyon jó, hát akkor széles. És hasonlók. A sztárin úgy látom, az a Velszibárdok, tehát Velszibárdok, egy lát, angol király léptett fakó lován, hajnali kettőkor, utca közepén, bravúros dolog. És de részeg, vagy kicsit idézésen bolond, tehát hogy nem teljesen normális, vagy egyszerűen csak valahogy a világ tudomására hozza, hogy retteltesen olvasott, és nagyon sok mindent tud? Hát igazság szerint van neki egy magával hozott gyári problémája, úgy látjuk itt utcába, és ha erre kicsikét rátankol, akkor aztán kiszakad a magyar irodalomnak a szagra, és hát igazság szerint mi nem lakunk olyan közel hozzá, mi feljebb lakunk egy picikét, viszont a környékbeli szomszédok szokták ezt elszenvedni. Hozzánk csak ilyen hajnali kettőkor havat lapátolni érkezett meg, dörömbölt az ajtón, és közölte, hogy akkor ő most havat fog lapátolni. Nagyon jó. Azt, tehát ez mindig szórakoztató. És mi a Velszibárdokon kívül mondtad, hogy mond még Petőfit is, József Attilát, hogy a Velszibárdok a slágert, és végig mondja, tehát tudja kívülről? Hát valahol elveszíti a fonalat azért ott a közepe táján. Tehát amikor a Velszibárdok közlik Edvard királya, hogy mégse, akkor úgy gondolja, hogy elég lesz, és akkor átfér. Tehát inkább egy ilyen egyveleget ad elő. Átfordul igen, az anyám tyúkjába, vagy hogy van? A igen, verszi... körülbelül igen. Az nagyon jó. És egyébként előadja, vagy csak elmondja? Igen, vagy tényleg rendesen szaval? Hát szaval, így van. Aha, tehát képzeljétek el, hogy ki áll az utca közepére, és neki jár szavalni. Így van.
Mondjuk egyszer-kétszer azért meghallgatnám, de mondjuk én egyszer már biztos unalmas lett. Meg akarod dőlni magad. Fegyver csörök, halló, hörök, a nap vértóba száll. És ez hajnal kettőkor az utca közepén. Igen. Attila, kitartás. Köszönöm, hogy elmondtad. Hello. Hello. Fiúk, a mi utcánkban a kisfiú gumi nélkül tekeri a biciklit, csak simán felni, nem komplet. De kemény. Jó, de jó, igazi keménység. De édes. Ő mennyire kemény lehet egyébként? Ott azért lehet, hogy egy masszív hátrányos helyzet is van. Igen, nincs pénz gumira. Hát akkor vegyünk neki, dobjuk össze. Igen. Azt mondja, hogy az előző albim, ahol laktam nyaranta, minden reggel 5 órától 10-ig a közmunkások a sódert kapálták. Kellemes volt. Egy idő után kiesett véletlen egy balkolláda, írja valaki. Illetve két dolgot írnak még nagyon sokan. Az egyik az üres utcába hajnalba megérkező tolató kukásautó, aminek sipol a hátulja, hogy aki azt tényleg kitalálta, hogy hajnali 4 órakor miért kell minden utcába sipolva betolatni. Azért, tehát, hogy hallják, hogy jön, érted? És aki felelőtlenül 4-kor kiszalad elé valaki. Ugye, én mindent értek. Mondjuk el kell vinni a szemetet. Nem tudnak az utca végén csinálni egy kanyar, tehát hogy... Nálunk is hasonlóan működik, a hajat kihullik. De tényleg, ja, tehát amikor megérkezik hétvégén és sipol, vagy ha a hajnali 3-4-kor betolat, figyelj, megőrülsz. De tényleg. A másik pedig, amit sokan írnak, csak nem olvasom fel egyenként, mert mindenki ugyanazt írja, a teljesen értelmetlenül harangozó 5 órakor, 5 percen keresztül, másodpercenként folyamatosan harangozó harangtorony, amit már a templomban, ugye már senki nem használ ébresztéssel, mindenkinek van órája, ébresztője, mindenki ugye órára kell, tehát a reggeli 5 órakor, 1 percen keresztül. Ott ez nem lehet, hogy gyakran van mise? Vagy hát gyakrabban ott a 6-os misére a behívó harang az 5-öset, gyerekek. De tényleg, én értem, meg tényleg fontos. 6-os mise nem sokára. Már most már mindjárt kezdünk. Ráadásul azt meg egy automata indítja már a legtöbb helyen. Tehát, hogy ott már be van programozva, 5-kor, 10-kor, este 8-kor, éjfélkor harangozzá. Mondjuk hozzáteszem azért a gyerekkorunkban, mi is néha egy kicsit azért... Korábban jeleztük, hogy kezdődik a mise, aztán lezárták sajnos a harangtól. Lógtatok a harangtól? Hát egyszer-kétszer az előfordult, hogy beharangoztunk. Igen, még be tudtatok menni? Persze, igen, de aztán átállították ugye egyrészt erre a gépiesített változatra, másrészt pedig elkezdték zárni. Tehát, hogy így körülötte lett egy ilyen kis háló, és akkor már nem lehetett sajnos bemenni, és nem lehetett mondjuk így déli tizet. Nem volt pénzük hintára, érted? Valami meglógni pontban kellett. Délben majdnem 2:30-kor is harangozt. Még ha jó arcok voltatok, megtanultátok, hogy kell félreverni a harangot, amikor ugye tűzben félreverik, és csak azt nyomtátok végig, és 3 percenként kivonult a tűzoltóság. Mi ennél sokkal komolyabban gondolkodunk, sajnos azt, hát sajnos nézőpont kérdése, nem sikerült összehoznunk, nekünk ugyanis van a Tatabánya tér szélén egy légoltalmi szirénánk is. Nyomtátok? Hát és próbáltuk indítani, de nem sikerült. Akkor ti is hasonlóak voltatok a kosárlabdázó kisfiúhoz. Tehát ugyanúgy idegen, a szomszédok nyilván utáltak benneteket. Hát, igen, de nem csak ezért, tehát ezer okot tudunk még mondani. De hát, hogy volt ugye a családban azért olyan családnak, aki nagyon szerette picit vehemensebben hallgatni a romantikus számokat is, igen. Csak mondjuk ő ugye lakodalmasokban utazott, de kb. Ugyanez lehetett, hogy közeli helyeken, dombokon, hegyeken! És mindezt recsegve. A lehető legrosszabb minőség. Igen. Van Angliában egy kisvárossal a kutyaugutást büntetik. Egyértelmű pénzbírság a gazdának. Hát ez milyen humánus megoldás. Egyébként hát tényleg. Szóval az erre is ki lehetne valamit találni, amikor kertvárosban laksz, és valaki egy ilyen kis mini, ilyen kis tolseprű kutyával végigvonul az utcán, a kutya nagyon kelleti magát, tudod, mert érzi, hogy nincs veszélyben, felveri az egész utcát, 4 órán keresztül ugat az összes kutya, nem? Tehát erre is kitalálhatnak valamit. Megtanítható a kutyának, hogy ne ugasson? Hát nem. Aki szerintem együtt él, az megszokja. Aha. Tehát, hogy ahhoz hozzászoksz, meg megnyugtat, meg nem törnek be, de amikor végig megy egy kutya az utcán, és 30 kutya 3-4 órán keresztül szombaton reggel 6 órakor nem tud aludni, mert még egy tüzelő szuka végig ment, nekem a hajam kihullik egyébként szintén. Hát, és amikor felelgetek egymásnak ilyen cirka 3-4-5 kilométeres távolságokról, csak a végig megy, van ez a láncreakció, egyik kutya átadja a másiknak, körbe és jöv. Amikor igen. És amikor 5 kilométerre legtávolabb egy kutya meghallja, és az 5 kilométer innen, ez meg elkezdik, mert meghallja az 5 kilométerre távolra. És van mindig egy 10 másodperces csend, amikor már azt hiszed, hogy vége. Igen. Visszaalszol, és valaki csak... Ugye? Ott fekszel hajnalban szombaton, tudod, hogy aludhatnál, de a vége, utolsó, ugatott, és valami kicsit tudod benyomni.
És, az egész, és újra, és egyfelől rohagy meg. Egyfelől meg, hogy belegondolsz, akár egyre jó arcok már, nem így felelgetek egymásnak, és akkor tényleg elcsendesedett, és valahol az egyik pedig azt gondolja, és hogy neki még hozzá kell szólni egy kicsit. Egy kicsi még ott. De akkor is én fejezem be. És indul minden előről, igen. Na jól van, hát hallgatóink ezeket tiltanák be, köszönjük szépen. Van probléma bőven, nem csak a velenceieknek egyébként, ahogy látom. Mindenhol. De hát ez igen, ez a szép együttélés. Így mindenkivel. Mi pedig játszunk, megyünk tovább, Óven bácsival és Berunénivel játszunk már, itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Berunéni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Miklós, halló, jó reggelt! Szia Balázs! Szia, Jani! Szia! Szia, Feri! Csövi! Miklós, honnan hívsz minket? Ha én Pécsről hívlak benneteket, mert nagyon sokszor küldtem SMS-t, aztán valahogy mindig úgy elmaradtak a beszélgetések, tehát ja. Valahogy nem találkoztunk össze a telefonon. Na, de látod, végül is azért előbb-utóbb sikerült. Előbb-utóbb összejött, így van. Igen, mivel foglalkozol, Miklós? Hát én egy autómoson vagyok, karbantartó. Hát akkor most nincs sok dolgotok ebben az időben, vagy nem, hát most van igazán, most lehet karbantartani. Hát, lenne, hogyha jönnének az autósok, csak úgy látszik, még nem annyira koszosak az autók, hogy ide találjanak. Hát nézd, lehet, hogy koszosak, de szakadó esőben, hónos esős, kötszitálos időben ritkán megy az ember autót mosatni. Talán hát mondhatjuk, hogy kidobott pénz, nem túlzás. Így van, mondjuk én sem mosom le az autóhoz, amikor szakad az eső. De. Alvázvédelem van nálatok? Az nincsen. Na, az nincs. Lementi volna Pécsre egy olvasmányra? Hát hallott bármikor. Igen. Itt a legközelebbi olvasmosás az inkább ilyen nagyobb mosokban, illetve van Pécsre egy, aki kifejezetten olvasmosással foglalkozik, de egyébként meg azt tudom javasolni, hogy aki nem tudja rendbe tartani az autóját, az vigye le mohásra. Nagyon jó, ez egy nagyon hasznos tanács, köszönjük szépen. Most elindulunk. Győriek, Moson, Magyarovária. Beborítod a Dunába, és le van mosva az alvát. Nagyon jó, hát a humor van, minden van. Jó, a Miklós, figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunéni, jó? Figyelj, hallgass meg. Ödönk átállt pingpongra. Jó? Pingpongoznak egyet, így van. Igen. Na, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Na, talán sikerül. Ezt még egyszer próbáld, mert ez így nem jön el össze. Figyelj! Na? Tudod ezt a dal. Ismerős a dal. Biztos, hogy ismerős. Most van a nagy comeback egyébként, megint összeálltak. Bizonyám. A szuper csapat. Még egy rövidet lehetne? Figyelj, persze. Valaki sír egy lány után? Valaki sír egy lány után, igen. Vagy egy dalcímet, vagy egy előadót próbáljuk. Akkor egy hosszabbat, hogyha lehetne. Jó, figyelj, mutatjuk. Ja. Na. Tök jó helyen kapizsgálsz, csak a címet kellene. Vagy az előadót. Nem robbantottad be a helyes választ? Nem sikerült, és annyira itt van a nyelvben menni, és az Istenek se jön össze. Na, hallgass meg még egyszer, figyelj! Egyébként jól ütik, hallgass, jól ütik. Igen. Nagyon jól ütik. Volt benne egy-két koszolás is. Nincs meg? Előadó sincs, senki? Nincs, nem jön be. Na figyelj, mutatjuk akkor az eredetit, jó? Mutatj meg az eredetit. Miklós! Köszönöm, hogy játszottam, azért majd legközelebb összejön. Figyelj, pedig te lehetél volna az első, aki elvitte volna az új csomagot. Bögre, sapka, sál, pasztartó. Pedig aztán... Sokkal meg a sálazda. Nekem mondod. Most így jártam, fiúk, majd legközelebb. 10 évig ezt kaptam karácsonynak. Megint sapka. Imádtam. Azért tudjátok most ajándékba kiadni? Azért. Az összes, igen, ez az összes a Balázsé. Igen. Köszi a játékot. Ciao. Hello, hello. Na, így kell veszíteni. Nagyon szépen veszte. Igen. Szerintem még mindig mondja. Igen. Még nem vettél szörletet, de nem zökkentettek. Köszi vagy, köszönjük, és kérdétek ezt, még tolja. Hangulat megvolt. Igen. Na jó van. 2 perc van pontosan, 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, 9 óra után lánykérésbe megyünk át.
Roland már száguld hazafelé a gyűrűjét fél útról. Igen. 8-9 óra után, tehát megkéri egy hallgatónk valakinek a kezét itt élőben, de addig még jövünk a hírek után. 2 perc van, pontosan 8 óra. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 8 óra múlt pontosan, 14 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Sziasztok. Drága hallgatók, itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Már amennyire ez a reggel jó lehet. Ázik az egész ország, hideg van. Akik a busz megállóban állnak, lelocsolják őket. Akik autóval mennek, bosszankodnak, hogy világít a másik ködlámpája, és vezet egy csomó olyan ember, akinek nem kellene autóba ülni, aki tömegközlekedik, ott minden ablak párás, és füllett a levegő, és kicsit esőszaggal keveredik a büdös. Sehol se jó most, igazán. Milyen képet festettem, nem? Gyönyörű volt, tehát mindenki hibás, és mindenki szenved egyszerre. Kicsit mindenki helyébe képzeltem magam egyszerre, de tényleg hálátlan dolog ilyenkor tömegközlekedésre várni, azon ülni, az eső áztatta, kicsit ilyen esőszagú, párás ablakú buszon, nem jó autóban ülni, mert dugóban szidod a másikat, gyorsabban mennél, látod, hogy csak az eső miatt vette elő. Nem így van? De. Bárhol vagy, most nem jó, kivéve ha mondjuk otthon hallgatsz minket, összebújva a pároddal egy jó kakaóval, és mondjuk délután 2-re kell menned. És együtt dúdolva azt, hogy én érkezem, száraz ki éget angyal! És ezt mindezt a szomszédot hallgatja. A szomszédot hallgatja, az igazi. Igen, szóval hát nem könnyű ez a reggel. Itt a december, és ónos eső, köccitálás, eső, hideg, minden, ami ezzel jár. Ráadásul egy-két közlekedési káosz is. Kisbér belterületén fehér autóból trafi. Hát gyerekek, őket ez nem riasztja. Ott trafiznak. Dobogókői út lezárva, valamint a Csepeli hév nem jár. Lincs hangulat a zuhogó esőben, mindenki kerülje el, ezt Mici küldte nekünk. Hát ezért mondom, hogy hálátlan dolog. Ráadásul elpusztult kisbuszok a régi M0-áson Szeged felé Csepel körzetében. Ezt Ede küldte nekünk, 10-es út halál, mint mindig. Róna utca, Mogyoródi is elesett, Egresi még jó, üzeni Vinim, valamint legyetek szívesek felhívni az autóstársak figyelmét a járdán álló gyalogosokra. Előttem több autós minimum 4 kisgyerekes családot telibe vert vízzel. Én is le tudtam lassítani, és nagyon sajnáltam őket. Így a hippi. Egyébként ez egyébként egy szemét dolog tényleg. Tehát, hogy te látod, hogy ott a pocsolja, csak ki kell nézned jobbra, és látnod, hogy ott állnak, vagy kerülsz, vagy egy picit lelassítasz, nem vesztesz vele igazán időt, és azt látod, hogy az a megállóban áldogáló emberek, így az esernyőjüket hirtelen, ugye a fejük fölül leirányítják pajzsként maguk elé, és próbálják kivédeni a felfröccsenő esővizet, ez tényleg hálátlan. Nem is értem, hogy erre miért lehet odafigyelni. Már egy párszor. Igen. És szinte biztos vagyok benne, hogy a jövőben is átfogom. Ez nagyon hálátlan, és tényleg nem tudom, hogy miért nem tudnak lelassítani. Sokan csinálják, illetve pontosabban nem is jó hálát, egyszerűen nem figyelnek oda, hogy valaki áll a megállóban, néznek előre, és nem is nézik a pocsolyát. Tehát fel se fogják. Az már túl sok információ. Pocsolya, lassít, jobbra, a várakozó ember, lassítok, kikerülöm, tovább megyek. Ez néhány embernek meghaladja a szellemi képességet. Jó, meg azért van a rohadék, és aki direkt ráhúz, tehát én olyat is láttam már. Van, aki ezt direkt csinálja, hogy látod, hogy állnak a megállóban, és kicsit... Lesztek szemetek. Atyaisten, hát az aztán végképp rohadékség, igen. Viszonyat pronyosság. Na mindegy. Breaking news. Micsoda? Ja, csak akartam. Ja. Ősvezértere Nagy Lajos pillangó stadionok szintén elesett, és baleset veszély van az 57-es út 30-31-es kilométerek között a kanyarban, ki van hordva a sára burkolatra, ami kicsit fel is ázott, csúszik, és a szembejövő felveri a szélvédőre. Ha belefut két mazsola, akkor nagy meglepetés lesz itt. Ezt Jani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Jaj, gyerekek, olyan kíváncsi vagyok erre a lány kérésre, hogy mi lesz. Komolyan mondom, mintha én készülnék újra megkérni, vagy először megkérni Viki kezét, mert hogy nálunk ez elmaradt. Úgyhogy
Kicsit úgy érzem, nem olyan? Tök igazad van, a legszebb öröm a kár öröm. Legyen másnak is rossz, mi? Hát ha hallunk egy nemet, Ugye múlt héten a hallgatóink írhattak, akik nem voltak elég bátrak, vagy felsültek, vagy nem volt rá pénzük, vagy többszörösen már nemet kaptak, küldhettek nekünk e-mailt, amiben újra jelezhették, hogy meg szeretnék kérni párjuk kezét, mi pedig kiválasztottunk ma egyet, és még holnap után még egyet, amit élőben leközvetítünk. Nem szól másról a dolog, mint romantikus néhány percről, reméljük, jó hangulatú néhány percről, amikor is Roli és az illető oda kommandózik majd a helyszínre, és hát ott a kis barátja, barátnője kezét valaki megkéri. Most abba gondoljatok bele, hogy mi már pénteken fölhívtuk ugye azt, aki írta a levelet. Ő már tudja, remélem neki nem ilyen nem hétvégéje volt, mert azért a lánykérés az nem egy egyszerű dolog. Ott készülsz, gondolkozol, mit fogsz majd mondani. Mi lesz, ha nemet mond, mi lesz, ha igen mond. Tehát adja azt rajta, igen. Most ő ezt csinálja 3 napja. Főleg élő műsorban. Mi lesz, ha nemet mondom? Igen, adásban vagy, ott a Roli, akivel hát nem könnyű. Még egy terelőpont. Hát vagy mi van akkor, hogyha első látás a szerelem? A Rolival. Roliba. Aha. Érted, meglátja a Rolit, és teljesen eltelődik a figyelme. És azt mondja, hogy nekem nem ez a lány kell, hanem te Roli. Nekem? Igen, a Roli majd. És mi van akkor, például azt mondja, hogy neki, hogy hozzám ez a feleség? Nem. Mi az a kezedben? Egy émágyőr. Ja, igen. Akkor igen. Igen, mondjuk a mai emberünk egy férfi, ha ő mondja, hogy hagyjuk a kérést, el kell lesz nekem Roli, akkor azt élőbe, adásba azonnal. Azt hát, óriási lenne. Óriási. Igen. És aztán együtt elmennének a Maldívra. Mert Rolinál is bekattanna vala. Igen, és jönnénk két, hogy hol a Roli? Hát elutazott az egyik jelöltet. Nagyon szép lenne. Na, egy nagyon helyes hírt küldött át nekem a júli hétvégén. Kicsit elgondolkoztam, hogy mi az értelme ennek. Úgy is mondhatnánk, hogy a nap sporthíre, mert hogy vannak olyan sportágak, ugye, ami kifejezetten nőknek van kitalálva, talán van egy-két olyan férfi sportág, ami csak férfiaknak van, és nők nem csinálják. Nem biztos, hogy most elsőre tudnék ilyet mondani, mert a legtöbb férfi sportágat csinálják nők is. Rögbi, amerikai foci, azt nyomják? Vannak? Amerikai focit nem nyomnak nők. Azt egy picit sajnálom. De rögbit azt hiszem, aha, hogy vannak női rögbi válogatók. Az amerikai foci, az amerikai foci spandex gatyái, azt gondolom, hogy jól mutatnának sok nő. Igen, viszont vannak olyan sportágak, amikben egész egyszerűen nem tudsz elképzelni mást, mint nőket, és az egyik ilyen az a szinkronúszás. Ugye, hát egyszerűen nem tudsz elképzelni más embereket, mint 40 kilós, nagyon szép lábú, orcsipeszes, rettenetesen ronda, ilyen fürdősipkás, egyenarcú, halálra sminkelt. Tényleg, hát ez brutális, erősen kifestett, ilyen vízállós műben a lábukat dobáló nőket. Ugye? Ez a szinkron. Nincs is sapkájuk. Valami van a fejükön. Van. Nem valami ilyen van. Szép konyba csavart haja. Vagy konyba. Tényleg, nem igazad van, ilyen konyba csavart haja. Ele van lakkozva. Na. És gyönyörűek. Azért és azt tegyük hozzá. Gyönyörűek egyébként, igen. De most jön a lényeg, hogy van egy úgynevezett fina. Hogy? Fina. Egy jó fina. Igen. Jó fina, az mindent megolajoz. Így van. Ez a vízi sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, aha, akik kitalálták, hogy tartanak egy rendkívüli kongresszust, és ezen a rendkívüli kongresszuson ők elfogadták azt a szabálymódosítást, amely szerint a jövőben férfiak is versenyezhetnek műúszásban és szinkronúszásban. Eljött az időd. Kinyílt a világ. Most már értjük, hogy miért hoztad be. Nem akarok egy olyan világban élni, de tényleg nem, ahol férfiak szinkronúsznak. Tehát egyszerűen nem. Nem fogadom el ezt a világot. Mi a baj veled? De tényleg. Mert szólóba akarja tolni. Hát egyedül szeretnék szinkronúzni, és elindulni 2020-ban. Vagy majd 26-ban, vagy látom, ha itt lesz nálunk az olimpia, mert hogy újra lángra kapott ez a kezdeményezés. Hát miről szól a dolog? Kecses lábú, hosszú lábú, vékony nőknek nézed a lábát, akik néha megfordulnak, főn egy ilyen orcsipeszes nő körbenéz, visszamegy, azt mondom, oké. Okay. Nagy, 43-as pracliú, szőrös lábú férfiak ott fognak műúszni, vagy pedig 43-as lábú borotvált, igen, férfi lábak, hát önmagában már ugye elég fura, borotvált férfi lábak, ilyen nagy 80 kilós emberek becsobbannak majd, és szinkronúsznak. Na te miért kellene, hogy borotváltak legyenek ezek a lábak? Hát, mert az összes úszó borotvál. Hát,
Na az, de lehet, de hogy a szinkronosítás az nem kell. Tehát ott, hogy nincsenek nagy sebességbeli eltérések, hogyha valakinek borotvált vagy valakinek szó, és még nem tudnád elképzelni azt, hogy mi például Ferivel becsobbanunk együtt a vízbe. Hát mondjuk azt érte, én sem. Hát azért értem. Azonnal kiszúrnék veletek, mert ha hárman csinálnánk, én gyorsan leborotválnám, és akkor viszont szólna az edzőbe, hogy gyerekek, ha egy leborotvált, a borotválja az összes. Igen, azonnal kéne borotválnod. De nem, a világ attól szép, hogy néhány dolgot csak a nők csinálnak. És attól működik, hogy néhány dolgot nem csinálnak a férfiak. Takarítás, mosás, főzés. Gyerekszülés. Te rohadt hívsoviniszta állat. De tényleg, tehát jól áll a nőknek. Hogy néz ez ki? Jön majd a grúz válogatott, 3 darab 120 kilós, nagy darab szőrös grúz ember beugrik a medencébe és szinkronúszik. Hát ne csináljuk már. 70 kilós grúz nincs, csak én nem szőrös. Tehát, hogy kicsit most ez olyan jól hangzott, tipizáltál. Kicsit a sztereotípiák döntöttek. Jó, de el tudjuk képzelni, hogy férfiak ezt csinálják. El tudod képzelni, hogy Soma oda jön majd hozzá 16 évesen, és azt mondjad, apa, megvan a jövő. Szeretnék szinkronizni a grúz válogatottba. Na, foci, tenisz. Honosítanának. Most hívott fel Csorbanidze bácsi. Boxolnál, fociznál, mit csinálnál? Szinkronizni. Igen, igen, fekve nyomnál, erőt emelni. Nem, apa. Szinkronúsznék. Szeretnék egy szinkronúszó nadrágot születésnapomra. Persze, azt mondtad, hogy ússzál fiam. Hát pedig, csak amíg én vagyok az apám, te nem fogsz szinkronúszni. Én vagyok a konyhába. Istenem, miért csinálod ezt velem? Nem lesz meleg, tehát hogy attól még, hogy szinkronúszni. Mit lehet tudni? Nem azzal van, hogy azért lesz szinkronúszni. Jó, akkor így is mondhatja, hogy jó, akkor dagadj meg. Nem mondjátok, hogy ez, nem mondjátok, nem, hogy akartok egy ilyen világban élni. Hát a grúzválogatottban nem, mert az nem életszerű, ugye? Már csak 4 óra van hátra, lajtik, gyerünk borotválkozni. Tehát, hogy ott nyilván ott azért nehézkesebb a dolog, de hát... Műúsznak és szinkronúsznak. A szinkronúszás, igen, amikor ugye többen csinálják. A műúszás, amikor ugyanezt csinálja, csak egy. A műúszás az, amikor csak úgy csinálnak, de nem igazi úszás. Nem, az víz nélkül van. Ja, mert azt írja ez a hír egyébként, hogy a Fina megengedte, hogy szinkronúszanak és műúszanak, vagyis lehetnek vegyes párosok, ami szintén nagyon fura, de hogy lehet csak olyan, hogy csak férfi szinkronúszik, vagy műúszik. De melyik a műúszás, amikor egyedül van? Mert a szinkronúszás, amikor ugye többen csinálják, és lábakat látsz, tényleg csipeszel az orrukon. Mi a műúszás? Hát akkor a műúszás az egyedül, az a szóló, nem? Igen? Ha nem vagyok otthon ezekben a sportokban talán. És megvan az, ahogy... megvan az, ugye mit látunk a női szinkronúszásnál? Látsz fejeket, igen, megfordulnak, megérkeznek, és gyönyörűen nyomnak így majd van egy spárgát, és ez azért az. Azt a férfiak tovább gondolják, hogy spárga. Fejem. Mit látsz majd, ha látsz 6 embert, aki megfordul, 8 zsák följön a vízből. Várjál, 6 embernek 8 zsákja van, akkor az nagy baj. 8 zsák, akkor 8 igen ember. 8 zsákot látsz, és azt látod, hogy 8 zsákot finoman spárgázik. Van hát nem áll. Nadrág, nem fogod a zsákot látni, hát hagyjad már. De nadrág van rajtuk, és azt nézed, hogy nem tudom, a kis grúz, nem tudom milyen nevű embernek mekkora zsákja van, a kicsinek meg milyen kicsi hát zsákja van. Hát már ha fecskébe tolják. A nőknél azért ez szexi. És nem pedig ilyen úszóboxerbe. De akkor is. Hogy fog ez kinézni? Hát a nőknél azért ez szexi. Te szépek, azért nézed helyesek a szinkronúzást, hogy... Nem bírok szinkronúzást nézni, én szerintem az tényleg, tehát, de miért ez nem egy szörnyű sport? Mert nekem nem tetszik. Gyönyörű. Mi a szép benne? Jó, zene az, szól. Hogy ritmusra csinálják, egyszer minél többen vannak, annál megdöbbentőbb az egész. Ilyen spices, kicsit ilyen 30 éves, mégis 140 centis, 20 kilós nő ott spicesen kalimpál. Nem ihatnak előtte. Kijönnek nagyon integetni, és mindig úgy néz ki, mint egy matrióska baba, és a rommá vannak sminkelve. Szerintem az egész szörny. Mert mindig az orosz válogatottat nézni, ez ezek szerint. Ez is ez. Matrióska baba. Nyilván. Igen, kérdezi valaki, hogy a Fina mellett megjelenik a Föcs. Egyébként tényleg már a neve is, ugye Fina. Tehát, hogy egész egyszerűen nőknek szól, ezt értik, ezt angolul értik, magyarul is, hogy Fina. De most megvan, értitek ezt a dolgot? Hogy fog kinézni egy... És lesz egy kisebb szervezet, a Fuki. A magyar férfi szinkronúszó válogatott. Igen, és a beszédes levű fak. És ott ahol van a vegyes párosok indul. Igen, Horváth Szilárd, 26 éves, viszi majd az olimpiai zászlót, a magyar szinkronúszó válogatott férfi tagja. Ennyi. Hát és milyen egy gyönyörű sport, ott is össze kell dolgozni, érted? Rengeteg edzés van mögötte. Gyerekek, én nem vagyok konzervatív. Nekem még tényleg a férfi aerobik is néha egy picit olyan fura, amikor férfiak ilyen angol spárgába hirtelen nyomnak egy spárgát a levegőbe, fekvőtámaszoznak hármat, ugranak egyet. Még az is fura, bár tudom, hogy azért ahhoz sok erő kell. De én még az is kicsit el, amit nem tudok megcsinálni. Nem azért, hanem egy kicsit úgy nézek rájuk, hogy fura, de hogy közben értem, meg valójában sok mindenről szól.
Na de azért a szinkronúzás. Milyen sportágak vannak még, ahol nehéz elképzelni a cserét? Vagy hát, nekem van egy régi álmom. Hogy te szeretnél valamit kipróbálni? Igen. Na? És ez pedig a rúgtánc. Ne! Igen, ez nagyon komolyan mondom. Én a rúgtáncot azt már nagyon régóta ki szeretném próbálni. Picit frusztrál a legevés a dolog, hogy elmenni ott, aztán ott pörögni. Meg ilyesmi, meg hogy ott spárgázni, meg olyan fura az egész, de hogy így valahogy így izgat. De melyik része? Hát úgy az egész, hogy a pöröksz a rúdon, meg hogy azért abban van egyfajta mozgáskultúra. Aha. Is, hogy kicsit ilyen helyezkedett, hogy szólózol. Tehát az erotika nagy rész, tudod? A Juli például volt ugye az almánál, a Pirner almánál, megtanulta. De hol érzed az ellentmondást? Odáig én is meg vagyok, hogy hozzá elmenni, ez jó. De és hazamész, és akkor megmutatod a Mónikának, hogy ma ezt tanultuk. Nem? A beépített koronodat. És pörög. És utána pedig kiszakad a falból. Na jó, de ott nem az erotikáról szól, tehát ott te erőgyakorlatokat szeretnél végezni, nem? Meg is lenyűgöz. Tehát, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy egy teljesen pőre, egyszerű, hétköznapi eszköz, gyakorlatilag egy cső az egész, semmi más. A plafon és a jó esetben, a plafon és a padlók között rögzítve, érted? És fantasztikus dolgokat csinálok. Mondjuk, figyelj, ha táncolsz, én adok bugyi pénzt. Tehát, hogy az biztos, hogyha hozzám egyszer eljössz, ott felkapaszkodsz valamire nálunk, én teszek a bugyitba. 5000-10000 forintra nálam jó vagy. Tehát ott kicsit ezt kérem, kicsit azt kérem, kicsit spárgázzál, hajolj le, nézz át a lábad között, nézzél vissza a lábad között, tőlem kapsz bugyi pénzt. Ebbe biztos lehet. Tehát én emlékszem, striptizbárban, ahol te táncolsz, ott te nem mész haza üres kézzel. Összeközben majd a tekintetünk. Hát, nézze. És mozog a csípő. Figyeljetek, láttam nemrégiben egy felvételt, azt mondja, hogy az ukrán csillag születikből, és ott volt egy lány, egy ukrán rútáncos lány. Jól mondtad, hogy itt van a titok, ukrán rúgtáncos lány. Tehát most mondtad el a titkot. Tehát nem ukrán rúgtáncos fiút láttál, hanem rúgtáncos lány. Legyen bomba teste, legyen jó. Egyébként abba hagynánk a rádiózást, hogy 12 év alatt ott kimennénk Vikivel Amsterdamba. Valahol csak így egy hétvégére egy kis piros lámpás negyedre. Menjünk be ebbe a bárba. És mit látnék? Tudod, a 9:30 zenéjére egy nagyon fura kis ember, egy kis kitára. Te ismerős, nézd már, menjünk már kicsit közelebb, megfordulnál, így rám néznél, felcsillanna a szemed, oda jönnél, kicsit pucsítanál. Meglennének csináltak a mellein. Dobj egy puszit, mutatj. Dobj egy puszit, hogy ő... Aaa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 
tényleg felfoghatatlan. Még egy csomó sportág eszembe jutott közül, hogy mitől vagyok rosszul. Férfi után szintén. Női testépítés. Én a büdös életben nem fogom elfogadni, sem megérteni, sem nem fog tetszeni. Már a foci oké, a box oké, de amikor ilyen kicsit agyon szteroidozott, majdnem bajszos, 70 kilós, nőnek álcázott, mell nélküli, férfiak néznek veled szembe, és izmos, de hogy nem tudná hozzányúlni, nem látod benne a nőt, mert eltűnt belőle a nő eltorzult arccal, szétkokszolva, mell nélkül, hogy ebben mi a szép, felfoghatatlan. De az is maradjon meg a pasiknak, nem? Igen. Az én egy olyan fitness modellségig szeretem azt, nagyon szép, hát hölgyek, az jó azért, a hölgyek csinálnak, de tényleg a női testépítés az már elég fura. Ugyanakkor például lehet, hogy a női testépítéssel vannak gondok, meg adott esetben nem nagyon tud velük azonosulni az ember. Én például a női súlyemeléssel tökéletesen tudok azonosulni. Hogy? A női erőemeléssel. Nagyon sok hölgy számára szerintem azért alkatilag, meg ilyen-olyan adottságokból kifolyólag, ez az egyetlen, vagy ez a fő csapás. Hát mert lenyomjon a 150-be szakítva. Tudod, az orosz, nem tudom, Olga, nem tudom, szerbeje van, jön 140 cent és beleordít a 200 kilóba. És fatörzs jön be, érted? És így gondolkozz, hogy elringatja ott a gyerekedet otthon, mert nem tudom, közel egy kicsit edzeni, és belenyom a 250-be, tudod. De hát ha egyszer genetikailag szélesebb a vállam, mint amilyen mit csináljon. Hát még annyi szép dolog van. De nem balettozhat. Na balett, férfi balett, gyönyörű, és olyan mozgáskultúrájuk van, hogy... Tessék? Na ott az acsi, amit téged zavar, ott van. Rettegek, hogy a Benny hazajön 16 évesen, hogy látta a diótörőt, és ő nem, neki nem szól másról az élete, mint hogy ő férfi balettot szeretne, és ott fogok ülni lesújt, és tudom, hogy gyönyörűen mozognak, és olyan mozgáskoordináció, és úgy bánnak a testükkel. Én mindent értek, anyám elvitt egy-két balett előadással, nyilván kihúztam a gyufát valamiért. Igen. Végig kellett ülnöm, én ezt értem. De szóval, hogy, mert nekem az is annyira nőies, de közben de hogyha neki azt kell, hogyha az ő lelke, az ő személyisége, az ő egója így teljesül, hogy megkérdezett el, hogy mit csináljunk a hétvégén, Benny? Piruettet, sok piruettet, akkor piruettet. Szóval én nem tudom, ezek a szerepcserék érdekesek. Láttam férfi balettet, egyébként gyönyörű, ahogy táncolnak. Tehát
Na, olyan hát dolgokat csinálnak gyönyörű a testükkel, de valahogy mégis azt gondolom, hogy az egy nőnek, ahogy a súlyemelés és a testépítés is egy férfinak, vagy a szinkronúszás maradjon a nőnek, nem? Borotválva vagy borotválatlanul nézzük majd ezeket a kis férfi vádlikat, a terpesztést és a... Tehát mi lesz? A tévénézők nem kell megborotválkozni, nem követelmény. De milyen lábakat látunk majd egyébként tényleg? Tehát, hogy kötelező lesz borotválni? Mert az úgy szép, hát úgy szép egy férfi láb, nem? Úgy értem, hogy csak vízbe van. Na, igen, hogy kivé van igényre? Ugye, hogy azért egy kicsit tetszik. Igen. Úgy etod, úgy szép. De az van, nekem mindig a grúz válogatott ugrik be, ahogy így mondott. Hát rajtuk ugye, mint a hínár csavarodott volna rájuk, be, szabad vízi lenne, a vagy ilyesmi. Szőr. Hát ők úgy néznek ki, hogyha bevizesednek. Tehát, hogy ők kénytelenek lesznek. Hát Ferinek például nem annyira jó csapás irány ez. Vagy a válás után, ugye? Igen. De akkor meg érted, akkor meg nem halszol. Felhívnám egy rövidítéssel a figyelmeteket. Férfi. Igen. Amatőr. Országos. Férfi, bocsánat, előről. Férfi, amatőr, szinkronúszók, országos klubja. Aha. Értették. Rövidítsétek le. Férfi, amatőr, szinkronúszók, országos klubja. Hát igen. Mi vagyunk? Itt vagyunk. Jó napot kívánok. Színpadon. Szeretnénk fellépni. Vagy a medencében, igen. Na jó, hát ez egy érdekes kezdeményezés azért. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a Fina ezt most fölvette, hogy volt egy lobby. Igen, tehát volt rá igény. Tehát volt egy szinkronúszanak a férfiak is lobby csoport, akik elérték a Finánál, hogy ők is szinkronúzhassanak, igen? Diszkrimináció volt, hogy a férfiak nem úszhatnak, ezért a Fina nyitott, érted, és oda. Az asztalra csaptak, és azt mondták, hogy a akkor is szinkronúzik. De egyébként körülbelül így. Akkor hogy a fáját? Lesz itt szinkronúzás? Ha tetszik, ha nem ír gomburgom. Oda csapunk, nem? Kisiklott az életed, ha férfiként szinkronúszol, mondjuk ki. Anyád, apád elrontott valamit, ha te férfiként szinkronúszol. Na most jó. Vertek. Az enyém nem. Büntettek. Neked jó. Nem szerettek eléggé. Túl szerettek. Elrontottak valamit. Nyitott vagy a világra, ne bánts már a szinkronúzó férfiakat. De figyelj ide, ez azt jelenti, hogy elkezdtél úszni, igen, de nem voltál abban elég sikeres, egyszer rájöttél, hogy tudsz angol spárgázni a vízben, és azt tudod, hogy így lesz, hogy jól úszol, de csak helyben. Vagy azt mondták, hogy Pistike, te olyan szarul úszol, menj el szinkronúszolnak. És Pistike nem úgy... halad, de szépen. A technikád nagyon jó, de nem haladsz. Egyen szinkronúszol. Tehát mi az evolúciója annak, hogy egy férfi elér odáig, hogy szinkronúszó akar lenni? Hogy indul? Szerintem a női öltöző. Indulsz a női öltözőben, vagy indulsz a hármas pályán, kitesznek az ötösre. Az ötösről kiraknak a nyolcasra, kiparancsolnak a vízbe, hogy gyere te büdös kölök, sose fogsz úszni, bedobnak egy másik medencébe, és hat nő között is elkezdesz kalimpálni, majd rájössz, hogy ez hát jó? Hát ugye? Igen, de hogy de nincsen benne vegyes, tehát hogy nem kerülhetsz be a válogatottba. Van már női férfi, a Fina elérte. Van benne vegyes. A Fina hát nagyon durva. Elintézte azt is, hogy legyen vegyes. Igen. Hát nem tudom, hogy hol a jobb egyébként, vegyesbe vagy csak férfiak között. Azért a vegyessel sem vagy kisegítve. Hát igen, igen. De hogy akkor azért leszel, akkor ezek szerint, hogyha komolytalanra forgatjuk az ide, csak komolytalanul beszélünk. Hogy akkor hogy a nők közelébe szeretnél kerülni, beszeretnél kerülni a válog ezért? Ennyi. Aha. Egy vegyes párosban nyomod. Hát én nem tudom, férfi szinkronuszó mennyire akar a nők közelébe kerülni. Vagy dugd ki jobban a lábad, vagy az nem a lábad. Tanulj meg jobban. Egyébként szincsen. Láttam egyszer egy riportot a televízióban egy sráccal, aki szinkronúszó nő, tehát hogy szinkronúszó akart lenni, és úgy tudom, hogy például neki is otthon nem nagyon lehetett erről beszélni, mert hogy nem annyira örültek neki. Az, igen, mert az apja az Ajkai Kohóba dolgozott, és ezt megtudta volna, megölte volna. Igen, főcsi levezető volt. Igen. Egy bányában. Pistike, mi az utána a bányában? Apád már kiárta neked, ugye te is bányász leszel? Nem, apa, én szinkronúszom. Mi nem láttam a fejdőskor a bácsomat, valahol ide tettem le haza. Nem tudom, apa, éppen nem most engedem a kádba a vizet, hogy spicceljek kicsit, kell gyakorolnom a délutáni edzést. Mit csinálsz, te büdös kalak? Nézd, csináltam karácsonyfa díszeket. És nyom egy angol spárgát, Pistike. Na, vegyél föl valamit, te büdös kalak, és gyere ide az asztalhoz. Na jó, ha van olyan hallgatónk, aki szinkron úszó férfiként, vagy akar lenni, vagy köze van a sportákhoz, vagy hallgat minket, nekem az is jó. Vagy rúttáncos, vagy hallgat minket Gyárfás Tamás, és el tudja mondani, hogy a Fina miért hogy döntött így. Ja, igen, hogy miért akar, illetve, hogy hol sikrott félre az ön pályája. Neki is köze van nyilván ezen sportokat tömörítő ugye szervezethez. Vagy tényleg most is olyan sportot csinál, amit leginkább nők csinálnak, és kicsit nehezen mondja el
a társaságban, de nekünk elmesélni, hogy igen gyerekek, azért lettem szinkronúszó, vagy férfi bodybuilder, vagy női bodybuilder, vagy női súlyemelő, mert ez jó volt. Győzzön meg minket, szívesen meghallgatnánk egy nőt, aki férfias sportot csinál, de leginkább egy férfit, aki bármilyen női sportot csinál. Jó? 555-55-00, ez a telefonszámunk, SMS számunk változatlan, 06... 70! 645-00-00, jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 2 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy egy érdekes határozatot hozott a FINA, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, tulajdonképpen ugye így hívják őket, és egy rendkívüli kongresszuson elfogadták azt a szabálymódosítást, amely szerint a jövőben ugye hát férfiak is versenyezhetnek műúszásban, szinkronúszásban. Elképzeltük, hogy vajon ez hogy zajlik, és arról beszélgettünk, hogy talán nem túlzás azt mondani, hogy vannak sportok, amik kifejezetten inkább férfiaknak való sportok, és vannak sportok, amiket leginkább akkor szép, vagy akkor jó nézni, ha nők csinálják. Hát a szinkronúzás ilyen, én szerintem ezt azért jó nézni, mert nők csinálják, szép nők csinálják, ügyesek, kecsesek, nehéz elképzelni. Ugyanezt férfiban. Ugyanezt férfiban. Ahogy aztán ugye arról beszélgetünk, az már egy nem annyira éles határvonal, hogy furának tartunk egy-két sportot, de miért ne balettozhatna férfi. Gyönyörű a balett egyébként, van egy nagyon jó film, ami ugye erről szól, és hát közben a női súlyemelők, női testépítők, férfi rúttáncosok, férfi RSG-sek, hogy azért így, ugye hát nem mindig éles határvonal, de mégis az ember azért így tudja kategorizálni. A férfi RSG. Ritmikus sport, ezért hullahopkarikával meg szalaggal azt hiszem nincsen, de amikor így a kocka egyik oldalból a másikra rohangálnak, és közben mindenféleket ugrálnak. Szalagos van, meg fogtok lepődni, de szalagdobálós van. Ezt nem csináltam. Esküszöm, de ami nagyobb baj, hogy ezért... Buzogánnyal én is szoktam időnként, de szalaggal, karikával. Tehát ami izgalmas, hogy háromunk közül azért van egy vonzódás, nézd meg. Tehát hogy csillog a szeme? Hát persze, az egész hírek meg reklámblokk alatt azt nézegette a férfi rúttáncosokat. Most erre mit mondjam? Figyeljetek, kicsit én is azért beszélek a szinkronúszásról, mert várom, hogy a FINA, FINA meghívja. Van egy nagyon jó film, azt többen írják egyébként, az tényleg jó, Billy Elliotot nem láttátok? Nagyon jó, egy angol dráma. Jó film. Igen? Te láttad a Billy Elliot-ot? Billy Elliot. Zombi. Egy zombi? Nincs benne zombi. Nagyon szép akkor film egyébként. És érdekesen vázolja azt a helyzetet, amiről beszéltünk, mert hogy pont erről szól. Egy bányás család, ahol a fiú boxol, aha, és arról szól a történet, hogy a fiú meglátja a boxterem melletti teremben, hogy ott balettoznak. És nagyon érdekesen vázolja ezt a fajta idézőles drámát, ahol egy bányás családban az idősebb testvér, meg az apa, hát ugye a bányás család megtudja, hogy a kisebbik gyerek balettozni szeretne. Gondold el, azon időkben bányás család, ugye hát a box az egy kemény férfias dolog, és a fiú elkezd táncolni, de nem engedik el végül is a vizsgatáncára, és akkor az apja észreveszi, hogy ő balettozik, abból van egy nagy konfliktus, majd látja a fiát táncolni, és ott jön rá... Alibiből azért időnként leüt valakit a terem. Igen. Nagyon szép film egyébként, és nagyon szépen ábrázolja ennek a dilemmáját egyébként, hogy mint szülőt elvársz valamit a gyerekettől, hogy minek szeretnéd boxolni férfias, és a gyerek közben egyszer csak hazajön, és azt mondja, hogy balettozni szeretnék. És mit csinál egy bányás családban az idősebb férj, meg az idősebb testvér, meg az apa, és aztán hogy oldják meg ezt a konfliktus. Szép film, egy angol film, nem amerikai. Nagyon sikeres volt, ahogy így most rámentem az adatlapjára, ők is 3 millió fontból 72 millió fontot csinált. Igen. Több mint 100 millió dollár. Nagyon szép film. Billy Elliot, ez a címe. Nincs is magyar címe, tehát nem is adtak neki semmilyen magyar címet. Na mindegy, érdekes a dolog. Nem nagyon jelentkezett olyan, aki szívesen mesélne nekünk férfiként szinkronúszó álmairól. Hát mert most vízben vannak, tudod. Gyakorolnak. Tényleg. Nem van a fejed, vagy, nem hallod. Vagy Marlborot válnak. Igen. A kislányom mazsorettezik, és egy szegedi versenyen találkoztunk egy 40-es férfi nevezővel. Nem, már. A verseny amúgy junior korosztálynak volt megrendezve, hagyták fellépni, és még díjat is kapott, amit egy gyerek elől vitt el. No comment. Na, az és itt van, itt van Gabika, itt van Jucika, itt van a kis Panna, és jöjjön József. És itt van Józsi bácsi. És Józsi bácsi 40 évesen neki kell mazsorettezni. Ne mondjátok, hogy ott nincs valami zavar az erőben. Azért, hogy valaki 40 évesen megvilágosodik, és mazsorettezni kezd. Ott volt egy törés. Bizony. Ott volt egy törés. Tehát ott valami történt. Hát meg, hogyha belegondolsz, teljesen esélytelen mindenki, hiszen a többieknek a produkciójára senki nem tud odafigyelni. Ezután meg egyszerűen nem tudod nézni a többieket, amikor Józsi bácsi
abszolút különdi. Azért ott egy 40 éves férfi néha egy spárgákba felugrik, és a kis mazsorettel nagyon-nagyon dobálja a kis botot. És kicsit szuszogva tudod, és bal, és könyök, és húz, és adjatok neki szalagot, és ullahopkarikát. Csodálatos. De most miért a férfi foci csapatnál ugye női pomponosok vannak, akkor a női foci csapatnál ne legyen férfi pomponlányok legyenem. Ne legyen férfi pompom, ne legyen. Egyenjogúságot a pompomlányok között is a férfiaknak. Igen, rúgtáncoktató vagyok, 185 centi, 110 kiló és egy kicsit borostás. Jani, van esély, látod? Tehát sokan, sokan rúgtáncolnak. Nekem már te túl férfias vagy. Ja, Istenem. És hozzáteszem, hogy én biztos, hogy nőhöz járnék. Értem az okot. Elmész nem egy órára, ha 190-es. Ha beprotezsállak, akkor elmész egy órára. Hogy nem Almához. Te neked is volt ilyen spinning terved, aztán nem mentél el. Hát a hátsó sorba beülni spinningezni, azért a csodát lát az ember. Igen. Kicsit emeljük fel azt a fereket, ne csak nézelődjünk. Haladjunk. Értem, hogy nézelődni jött azért egy spinning órán. De azért a sok letolla a sport is, meg az egyéb, hogy hívják, az egyéb irányú. Kiszáll a vér a fejemből olyankor. Azt már nem bírta volna az öreg szín. Egy ismerősen fia a balettos csajok miatt ment balettozni, azóta féliskola meg volt neki, szuper hajlékonyak a lányok. Na, pont. Nem, egyébként a balett szerintem az a legkevésbé gáz, tehát egy férfi balettos az egyszerűen tényleg gyönyörű dolgokat csinál, az számomra egyáltalán nem baj. A szinkronúzás az inkább felfoghatatlan, mint baj. A balettot értem. Tehát olyan mozgásod lesz, és olyan mozgáskultúrát, mit hogy... értesz, hogy így megy ki egy szobából? Nem, hogy azért, tehát egy férfi balettáncos azért az tud szép dolgokat csinálni. Tehát én még nem szeretem a balettot, de hogy szerintem az még azért érthető. Dinamika, erő, rettenetesen komoly fizikai képessége. Azért kezdtem el táncolni, mert az összes csajt meg akartam kapni. Nagyon jó lett az arányom, 8-6, már nem táncolok. Ez a 8-6, ez még 8 igen, 6 nem? Vagy... Nem, vagy 8 nő, 6 férfi. Ja, ugye nem mindegy, hogy mi a 8-6. Már nem táncolok, sajnos írja nekünk. Nem érném meg. Valaki, igen. Gyerekek, a férfi hastáncot írják nagyon sokan, hogy van egy magyar híres férfi hastáncos is egyébként. Szóval, hát én nem tudom, egy férfi menjen a... Csaba. Na, ez is olyan, hogy aztán bennem tényleg most semmi hímsovinizmus, semmi nincs. Röhögés nélkül, tehát hol? Gyerekek, ne hasd, szóval tényleg ne. És megáll előtted, és elkezd hullámozni a hasa lentről, fentről le, lentről föl. Érted? És akkor jobbról, balra, balról, jobbra. Én értem, hogyha még egy férfi oktat hastáncot nőknek, és oktató, de hogy egy hastánc órára elmenjen egy férfi, és ott 6 nővel, ott ilyen kicsi kis nem tudom, ilyen török szerályból elvett felszereléssel, ott nagyon-nagyon nyomja a 8-asokat a csípőjével. Fátyollal az arc előtt. Rögni fogtok, de a törökök között is van, sőt, a világbajnok is azt hiszem egy férfi. Ott talán a kultúra miatt egy kicsit talán érthetőbb, de azért itt bemész is. Hát, 52 éves hastánc oktató, és ott táncol mellette. Gondoljunk csak az eunukokra. Mit csináljon egy eunuk? Nem? Igen. Na jól van, érdekes dolog minden esetre. Drukkolunk az első férfi magyar szinkronuszó válogatottnak, hogy legyenek ott az olimpián, jöjjenek be hozzánk interjúzni, és hadd beszélgessünk velük egy kicsit. Nem akarok. De nézd meg, tessék, Magyarország legjobbja a férfiban, tessék, Serez Zolinak hívják, itt van. Sehere Zoli. Teljes menetfelszerelésben, és olyan nyom, hogy megőrülsz. Na, hát most fűztem le a rúgtáncról. Igen, most mondtam volna 6 nagyon jót, igen, de nem, már öreg vagyok, és megfontolom minden szavamat, nem, elengedem. Ne legyen holnap címlap, érted? Ne éljen belőlem. Ne éljen belőlem a komment, a blik, és a bors, nem, semmit. Hármas ugrás jön, drága hallgatóink. Jó, játszunk már is valakivel. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Újra kellemetlen. A hármas ugrás. Ja, ne. Focizzon, bringázzon, nem tudom, ússzon, de ne hastáncoljon. Ne. Álljunk meg itt. Halló, jó reggelt kívánunk, halló. Halló, sziasztok. Ciao, hello. Azt, hogy egy várja nézem, Anna idérte nekünk. Bálint, hello Bálint, jó reggelt. Sziasztok. Mivel foglalkozol, Bálint? Szakács vagyok. Jó, helyreállt a világrendje. Jó van. Ha most bemondtad volna, hogy manikűrözöl, akkor pedig kűrös vagy, akkor... Műkörmös vagyok. Műkörmöket építek. Igen, Bálint, sümegen, ahogy látom, ugye? Így van. Nagyon szép hely. Nagyon szép hely van, ott egy jó... Az egy idősek otthonában vagyok szakács. Na. Néniknek, bácsiknak főzök. Helyesek, aranyosak? Persze. Lehet nagyokat nevetni rajtuk, úgyhogy... Van egy-két szórakoztató, gondolom. Nekik a kedvesek nyomják a poénokat, még kicsit idősebbek, csajoznak. Igen. Igen. Tényleg van aki 70 pluszban, és még nyomja? Hát,
Van egy-kettő, igen, aki azért... Oda csap a fenekedre, mi? Hát persze, mert rájuk nem lehet haragudni. Tehát, hogyha ők egy ápolónőnek a fenekére csaplak, az jó fejség. Ha én teszem ezt, ugyanezt, olyan pofont kapok, hogy akkora bunkóság, hogy... Igen, milyenek a kérdések? Hát szerintem vihető. Az első, ez nagyon testhez álló lesz. Vihető. Talán a harmadik egy picit nehezebb, de mivel férfiről van szó, még szerintem az is mehet. Na jó, van. Így szól az első kérdés, ugye változtak az ajándékok. Bizony. Pasztartóért az maradt. Jó, így szól az első kérdés. Milyen olasz eredetű étel a képregényhős Garfield macska egyik kedvenc étele? Lazanya. Így van, pontosan. Lazanya. Mehetünk tovább? Persze. Na, itt már ugye változott, mert hogy sapkasával mi ezt nem dedikáljuk a hordhatóság reményében, hogy ne rontsuk el, de Klassz FM-es Morning Show sapkasál. Jó? Uh-huh. Így szól a második kérdés. Melyik világhírű amerikai színész volt Madonna első férje? Világhírű amerikai színész. Volt egy pár férfi az életében, de világhírű amerikai színész kevesebb. Ő volt ugye az első férje, később Oscar-díjas is lett. Sőt, kétszer is. Milyen jó filmek bejátszott. Nagyon-nagyon jó színész. Bár egy picit érződik rajta, picit agresszív. Valami? Jó. Fogadjuk, hogy az agresszivitás volt az, ami annak én nagy vihart kavart, hogy ugye nem bánt kesztyűs kézzel Madonnával. Az nem szép dolog. Na, karácsonyfa dísz, ez a harmadik, ez egy nagyon szép kis üveggömb, Klassz FM-es felirattal rajta. Kézifestés, ez se aláírott most általunk, de nagyon-nagyon helyes kis díszecske, nagyon szép. Limitált példány számban vannak helyesírási hibások is. Nagyon csábító. Valami segítség, hogy milyen téma. Sport. Nagyon szép kis, nagyon szép kis díszek. Moslői gól. De meg is állhatsz, és akkor viszed a fixet. Egyszer élünk, majd max bumbozok aztán. Így szól a harmadik kérdés. Melyik országban rendezik a 2016-os labdarúgó Európa bajnokságot? Sose értem, hogy valaki fél egy kérdéstől, mert hogy megmondjuk a témakört, és mégis tovább megy. Ez számomra felfoghatatlan. Annyit segítünk, hogy európai ország. Franciaország. Na hát. Akkor mégse kellett ettől félni. Valaki segített, Bálint? Nem, egyedül voltam. Nem csak beszálltam az egyik kollégám. Az ne ugasson bele a játékba. Bálint, ügyes vagy, küldjük vagy. Neked. Nagyon szépen, köszönöm. Jó, köszi a játékot. Én is köszi. Ügyes voltál. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Egy perc, pontosan 9 óra Ákostól jönnek a legfrissebb hírek, aztán hívjuk Rolit, aki már ott van a helyszínen, egy gyűrűvel az ánuszában, ami csak ki? Péntek óta ott tart, hogy nehogy eltűnjön, és egy gyönyörű, szép gyémánt gyűrűt húz fel, ha minden igaz, egy hallgatónk a kedvese újjára, de csak is egy határozott igen után. Így ugye ebben maradt? Így van, meg egy határozott politózás után. Így van. Úgyhogy a lánykéréssel folytatjuk, Ákos hírei után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 15 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri! Hello! Jó reggelt! Hát igen, a dolgunk nem könnyű, próbálunk egy kis jókedvet cseppészni mindenki életébe. Eső, ónos eső, hideg, december, köcitálás, talán a közelgő ünnepek, amik talán egy kicsi, hát hogy is mondjam, szépséget csempésznek a szívünkbe, ha lehet így mondani, de most egyelőre sok okunk nincs örülni, szakadó eső, hideg, és minden, ami a decemberrel együtt jár. Ha ez hó lenne, már mindenki örülne, kicsit tompulnak a zajok, más a hangulat, szakad a hó, az egész olyan szép, ez most még azért hát, így nem túl jó. Gyakorlatilag szegnőbb délután esik. Igen. Azt mondják, hogy már szerdán nem fog, ez egy kis vigasz, tehát hogy van előttünk,
pozitív jövőkép, de szerintem egy nagy közös ügy mindenképpen, ami így összehozna minket, szerintem segítene abban, hogy jobb hangulata legyen az egész országnak. Én például nagyon szeretném, mert hiszek a gondolat teremtő erejében, ha most mindenki arra gondolna a hallgatóink közül, hogy kakijon a kutyánk. Jó ideje, szegény. Én nagyon örülnék, hogy mindenki gondoljon egyszer arra, hogy kakijál, Deni. Csak ennyit kérek, hogy... Jó, de akkor számolj vissza. Jó, mert székletmintát kell vinni az állatorvoshoz, és nem akar. Most valamiért nem. Nem? Amikor kéne, akkor nem. Amikor meg nem kell, akkor meg mindent tesz. De miért kell székletmintát, féreghajtó? Ne. Baj van? Bár a kis pajzsmirigyével már üregecske. Édesem. Szegényke aztán emiatt. Úgyhogy mindenki 3-2-1 után gondoljon egy pillanatra arra, hogy kakijál, Deni. Jó, 3, 2, 1. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen. Hát, tudod, hogy vannak kutyák, amik erre kakilnak. Nekem anyósomnak van egy kukája, neki mondanak egy kaki, vagy egy kutyája, és nem egy kutyája, anyósomnak Bobeknak hívják, Bobek. Hát ugye, hát ott volt, hát most volt vagyunk a kitelepülésen, Bobek, ő erre tud kakilni. Kaki, Bobek, na, Bobek, most gyorsan, kaki, és érzi a hangból, a sürgetésből, hogy neki most nyomni kell. És nem lehet egy bizonyos szinten túl feszülten és agresszíven rászólni, mert Bobek nem egy bátor típus. Deni hallgatja most a rádiót. A kutyátok hallgatja most a rádiót? Igen. Aha, akkor mond még egyszer így, hogy... Kaki Bobek. De nem Bobeket. Kaki Deni. Bobek is. De úgy, Bobek is. Bobek is olyan hangon, ahogy az előbb. Kaki Deni, na, gyor, kaki, most nyomd a kakit! Így kell Bobeknak, így kell, viszont nem nézheted, mert ha nézed, szégyellős, és nem tud. Jézus! Esküszöm! Abszolút így van. Esküszöm! Hát láttátok a kitelepülésen, ha nézed Bobeket, nem. Rád néz, hogy ne néz, léci, ne néz, szégyellős, elfordulsz, és csinálok olyat, amikor régen sétáltam, hogy titokban ránézem, és látom, hogy nézi, hogy nézem-e. És ha nézem, nem kaki. Szégyellős, a kutya, nagyon jó. Na, de most nem mondjatok olyat, hogy kaki Bobek, mert nálunk van bent a szobában. Kaki Bobek, Bobek, kaki. Abban a szobában van, ahol meg, ha nem sokára a gyerek megszületik, és ott lesz az ő szobája, úgyhogy ne kakijjon oda. Oda van most bezárva. A kis kutya. Na, nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Azt mondja, hogy Körösi Csoma Sándor út be van állva majdnem az éles saroktól kezdve, fél óra alatt nem értem el a Kőbánya útig sem, aki tudja, kerülje el. Erzsébet híd Buda felé áll, a budai hídfőnél buszkoccant, ott is hatalmas dugó van, valamint nézem még, hogy mi van, hát igazából mindenhol káosz. Dobogókő környékén veszélyesek az útszakaszok, minden fa tiszta jég, dőlnek ki sorba az útra is, felfelé útzár, a tűzoltók már dolgoznak, hatalmas dugó. Budakeszi úton egy autó leadta a kulcsot, a Vadasparki kereszteződésnél, ezért ott is dugó van, és a Budaörsi úton Budapest felé, a Rákóczi híd felé vezető úttól szintén hatalmas dugó. Na, csak egy kis meglepetés a lánykérés előtt, jó? Jó. De ez csak neked, Jani, illetve Ferinek, hogy tanuljam. The dark side. And the light. Telegjetek! Álljatok föl! Kérdre halandó, kérdre imához! Kicsit torzít. Aha, tök jó. Nem. Pedig ez már a hivatalos. Nem jó, a mély nyomunk. Itt a vége. Óriási. De szép, mi ez? De szép, mi volt ez? Mi ez? Filharmonikusok? Megfilmesítették a téli bereket. Végre, megyek a moziba. Jaj, gyerekek, na jól van. Hát csak ezt meg kellett mutatnom, mert tegnap 65-ször megnéztem, és lootbörös lettem 65-ször egyébként. 2015 decemberében jön az új Star Wars, és ezt imához térdre, nem? Ez olyan, hogy ezt meghalod, és könnyes lesz a szemed. Na, hívjuk gyorsan Rolit, jó? Aki már ott van, ha minden igaz, a kiválasztottunkkal, aki ugye hát nem sokára bekommandozik kedveséhez, és élőben megkéri a kezét. Úgyhogy élő lánykérés ma, holnap és holnap után. Roli, ami száguldó riporterünk, hogy vidékre is eljussunk, Budapesten kívülre is. Úgyhogy hát átadjuk magunkat az érzelmeknek. Tudunk valamit a párosról? Minden, de Roli itt ketten van. Vannak. Ketten vannak, igen, fiúlány. Roli, hello, jó reggelt! Köszönöm. Jó reggelt, hallottok? Hú, Rolikám, hát sikerült a legrosszabb helyet megtalálnod, ahol nagyon nincs térerő. De most hallottok, nem? Itt vagyok, hello. Most egy kicsit... Végén vagyok. Hol vagy? A világ végén vagyok, nem árulom el, hogy hol, nehogy megtudja véletlen az őrügy, aki egyébként éppen órát tart egy iskolában, hogy mégis hol vagyunk. Egy iskolában, ennyit segít. Egy iskolában vagytok, na, ennyi tudatunk. De ha az órát tartja, akkor csak nem rádiózik.
Figyelj, hogyha egyébként, nem tudom, figyeld ezt a bizonyos promóciót, ami megy nálunk már a múlt hét óta folyamatosan, akkor lehet, hogy tud vagy sejt valamit. De emberünk, aki itt áll velem szemben, 1 méter 70 centi betésült hajjal, 500 vörös rózsakett. Sokkor... Roli, Roli, figyelj, bárhol is vagytok, menjetek vagy ablak közelbe, vagy valahova máshova, mert én nem tudom, hol vagytok, és mivel védik azt az iskolát, a pajzsrendszerrel, vagy rakétaelhárítással, de konkrétan nincs térerő. Úgyhogy kicsit arrébb kéne mennetek olyan helyre, ahol a jobban szólunk, vidd ki a folyosóra emberünket, mert először ők kell nekünk csak, vagy egy ablakhoz, vagy bárhova, a tetőre. Egyről nem hallunk. Most hallottok például, most itt vagyunk ablak mellett. Na, most egy kicsit jobb, igen. Jó. Oké. Csabának hívják, ennyit elárulok róla, a hölgyet úgy hívják, hogy Csaba drága, a kis nem tudom, potapkoztál, látom, jó főzaj, Megpróbálok, Roli, megpróbálok visszahívni, mondja. Vedd le azt a kihangosító cuccot, légy szes a telefonodról, amit a Gyula 30 forintért vett a piacon. Jó, próbáljuk meg anélkül. Hallasz még? Igen, most hallok benneteket, ti engem. Nem, mi térerő bajunk van. Úgy érzed? Szerintem ez térerő. Igen. Mi betonbunker ez az iskola? Úgy tűnik, hogy igen az. Na, most egy kicsit jobb, igen. Most. Esőre, talán most egy kicsit jobb így. Na. Szóval, hogy emberünk itt áll előttem, Csabának hívják, a hölgyet úgy hívják, hogy? Kanita. Jó. Hogy már van, azt látom, hogy anya jól főz, körszakár, már nem divat, mindegy, ne foglalkozz. Van. És hát világcsókorral is készültünk, meg itt van már a gyűrű is, ami megnéztük, nagyon szép. Na, mesélj, mit tudjunk rólatok. Igazából több mint egy éve együtt vagyunk, és nagyon sok mindent megéltünk. Szerintem én más 20-30 éve, szóval úgy érzem, hogy itt az ideje, hogy elvegyem feleségül. És ez egy kiváló alkalom, mert egy olyan különleges lány, hogy nem lehet meglepni. Tehát mindenre rájön. Bármit tett, de nem lehet. Mindenre rájön. Most tekintem, mert a térerő vagy. Igen, megpróbálunk visszahívni, hát ha már olyan helyen vagytok, ahol van térerő, csak a vonal nem jó, úgyhogy visszahívunk, jó, Roli? Maradj ott, ahol vagy, ne mozdulj, ne menjen Csabasa sehova, mindjárt visszahívunk, jó? Rendben, ciao, hello, hello. Na, hát egy ilyen után csak igen lehet, gyerekek. Nem ami biztos. Ugye rosszul indul, az hát, szépen fejeződik be. Bocsát, ezek csak Csaba érzései és Rolié. Tehát Anitát még nem tudjuk, hogy mit gondol erről. Hát én úgy értem, hogy igen, hogy ezek után már biztos igent kell, hogy mondjam, már ő nem hallja. Ő ugye annyit tudunk egyébként, akkor gyorsan elmondom, hogy Csaba 31 éves, aha. És van neki egy tanárnénie, aki egy alsó tagozatban tanít. És hát ő már sokszor gondolt arra, hogy megkérje a kezét, de mindez idáig igazából ez a dolog még nem történt meg. Hosszú ideje nagyon-nagyon szeretik egymást, és most azt gondolja, hogy a tovább lépés érdekében meg kell kérnie párja kezét. Gyerekek, ha Csaba azt mondta, hogy ez egy év. Tehát, hogy egy éve vannak együtt, és az alatt történt velük nagyon sok minden. Most egy évre alapozol Csaba egy házasságot, ha hát hallasz. De lehet, hogy nagyon-nagyon pozitív. Nagyon pozitívak hát, a benyomásai, hogy minden nagyon rendben van. Hát hallottad rutinos alsóban. Na, itt van újra Roli. Hello Roli, jó reggelt! Itt vagyok, szevasztok, most már jobban hallotok? Sokkal hát, ez egy másik ember. Itt akarunk az élettől. Na, szóval, hogy itt vagyunk az iskolában, igazgatom, mivel Kati nénivel drágában már megbeszéltünk mindent, az egész tanári kar készült ránk, itt vagyunk, és Csaba nagyon izgul. Effektíve nem tudom, szerintem remeg a lába az idegességtől. Jó vagy? Igen, igen, nagyon jól vagyok, köszönöm. És nagyon vártam már ezt a napot. Egész hétvégén tűkön ültem, alig aludtam, úgyhogy... Csaba az előbb azt mondtad, hogy egy egy éve vagytok együtt, és hogy rengeteg minden történt veletek. Mi volt a legjobb, és mi volt a legrosszabb? Hát a legjobb? Megmondom őszintén, rengeteg jó dolgot tudnék mondani. Rengeteg, de most egy se jut eszembe. A király! Rengeteg jó dolgot. A legrosszabb az volt, amikor készültünk az összeköltözésre, bepakoltuk a házat, ahol éppen költöztünk volna, és egyszer fogta magát, és kirabolták a hétvégén. Úgyhogy mindent újra kellett kezdeni, de hál' Istennek sikerült, úgyhogy talpra álltunk. Hallom, hát vele minden jó, vele még unatkozni is jó, úgyhogy ezért imádom ezt a nőt. Hallom, hogy van egy ex, vagy volt egy ex, akivel neked még meg kellett küzdeni, és már ti együtt voltatok. De úgy, nagyon gonosz vagy. Úgy, de gonosz vagy. Hát ezt te árultad el nekünk egyébként, mi mindent tudunk rólad. És tudtam, hogy előhozod. Reggel, amikor 35-re jöttetek, én már azt hittem, hogy a készáltalás jó lesz. De, hát, hogy komolyan azt hittem. Na jó, igen, volt egy ilyen pici kis kavarás, aha. Nem is olyan kicsi, de... Hát ez mind megerősített abban, hogy együtt kell lennetek, gondolom. Igen, mindenféle. Igen, de ez főleg úgy volt nehéz, hogy én külföldön dolgoztam,
és ugye itthon volt az exem, illetve itthon volt a jelenlegi párom is, és mentek a telefonálgatások, így, úgy, nem jó, terhes vagyok, mit kéne csinálni, hogy, szóval bonyolult volt nagyon, nagyon bonyolult. Atya Isten. Gyereket terveztek egyébként? Igen. Nagyjából egy olyan másfél-két év múlva. Másfél-két év múlva. Oké. Okay. Na, mennyire vagytok most az osztálytól? Ez már Rolinak is szól, hogy szeretném ezt most már végig leközvetíteni. Jó, adom és akkor. Add a Rolit, jó, hogy menjetek el az osztályig, álljatok meg az osztály előtt, vegyem még egy utolsó levegőt. Megpróbálok a kihangosítóra, hát hogyha jobban hallunk úgy benneteket. Nem az eszközt használunk, Gyula, köszönjük szépen. Így most jó hallottok? Hello? Jó, most tökéletesen. Roli, a legfontosabb kérdés, hogy egy gyűrű megvan-e? Egyébként megvan az ő, aha. Emberünk, aki hozta, nagyon vigyáz rá. Nem, már itt van nálad. Hogy hozzá? Szövembe. Pont jó helyre tetted. Na, akkor a felszinten vagyunk, és elindulunk kommandózva szépen fölfelé. Porta, igen, tanári WC csak férfiaknak, gyertőcök tanulnak, ha nem tudom milyen osztályban. Gyerünk szépen fölfelé. A folyosón halkan, mögöttem emberünk, és megyünk. Milyen órája van, Roli, azt tudjuk, hogy milyen órája van? Testnevelés. De nem olyan testi, hogy bent vannak a tornateremben, hanem bent ülnek egy rendes tanteremben, és akkor valamit tanítanak. Elméleti testnevelés. Roli, nagyon fontos nekünk az a pillanat majd, amikor emberünk belép, hogy amíg nem beszél, és nem ér hozzá közel, mondd el, hogy mit látsz a leányzó arcán, ugye mi nem lehetünk ott, tehát hogy megdöbben, nevet. A leányzó kiszúrt minket, és üveges tekintettel néz minket, hogy akkor itt most mi történik, gyerekek ledermedve. És akkor itt most mi van? Szóval, a hölgy néz, és sír, könnyes a szemek, és itt van, Anita, mondj valamit, nem tudom bármi. Nem tudom, ez most mi? Akkor most Csabához a mikrofon, Csaba miért is, és miért egyáltalán itt nekünk ezt most? Legalább nem vett meg, szóval... Gyerekek néznek, nem tudják mire menni. Mondd meg nekik, hogy maradjanak csöndbe egy picit a gyerekek, maradjanak csöndbe. Gyerekek, egy nagyobb csöndet szeretnék. Veletek is meg fog ez majd történni, egy olyan 18 év múlva lesz. Ne beszélj túl, csak maradjanak csöndbe. Csaba, mondd, miért jöttünk. Igazából szeretném elmondani neked azt, hogy mindenki életében eljön az a pillanat, amikor már semmit nem kívánhat az életével. Mindent megkapod. Egy olyas valaki oldalán, mint például te. És rengeteg jót és rosszat megéltünk együtt, tudom nagyon jól, de szeretnék még többet, és csak veled, és ameddig csak élünk. És azt szeretném, hogyha részt vennél az életemet, amit csak élek. Térdelj már lehé! Jó van! A legjobb. Holnap nem arról itt tudjuk. Közben letérdelsz. Hozzám jön különbségül. Előkerült a gyűjt. Meg volt a kérdés, jön a válasz. Gyerekek! Csendet, meg volt az első megkérésünk, a várat, Anizátok a sírét, fogja az arcát, és remeg a lába, és tiszta könnyes fár az arca. Igen. De szép! De romantikus. Mi történik, Roli? Igen. Mi történik? Jöhet az első csók, amit a közeli emberünkhöz, Csabához. Csaba felemelkedik, nagy ölelés. Mind a kettőbe csukják a szemüket, olyan romantikus. Ha nem dumálhatsz. Ha nem beszélnél, szét adás után beszéljünk. Jó, egy puszi, ezt halljátok, nagy puszi. Igen. Meg volt a sok puszi. Hát akkor úgy tűnik, hogy összehoztunk egy pár. Na, Anita, mondjon valamit. Anita első mondatait szeretnék hallani. Mit szól? Gyerekek, csendet kérünk, légy szíves. Csendet kérünk, köszönjük. Nem tudok semmi mondani, nagyon boldog vagyok. De legalább most már meggyőzött, hogy nem ki akarják úgy, hogy ezt van. Igazgatónőtől, Kati nénitől egy puszi. Anita, biztos, hogy jól meggondoltak? Kell ez neked, figyelj. Igen, nagyon. De csak a gyűrű miatt, vagy egyébként szerezett a mamlaszt? Én mondtam neki, hogy egy 50 forintos gyűrű is, majd ha eljön a pillanat, akkor megfelelő lesz, de erre most én nem számítottam. Jó. Hallasz, Roli? Roli, hallasz? Roli, nagyon fontos, ilyenkor ugye elhangzik egy-egy ígéret, hogy ugye Anitát ez most abszolút spontán érte, hogy mondjon ő is egy ígéretet, amit megígér az ő párjának, és mondjon, ami Csabánk is egy mondatos ígéretet, amit ő most ott ország világ előtt, a Klassz FM hallgatói előtt, több millió ember előtt megígér az ő kedvesének. Ez keveseknek adatik meg egyébként, ugye, hogy ekkora ígéretet tudjon tenni. Egy-egy mondatot halljunk mindenkitől, jó? Kezdje Anita. Anita, most, amíg hirtelen eszedbe jut, ígéri valamit Csabának. Egy életen át, mit? Ami gondolod? Mit szeretnél, mit ígéri?
Ígér valamit. Egy spál is az a biztos. Igen, így sem akartam mondani. Bármit ezt megteszem. Ó, ezzel egyébként már nagyon durván vissza lehet élni. Én meg is tenném. Csaba? Csaba, te jössz, ígérj valamit egy életre Antának. Hát ez most elég ilyen szopányos lesz, de ez a hűséget. Viszont ez nekem nem fog menni, látom rajtad. Jaj, ez van az rajt! Szemét. Na jól van, örülünk! Ügyesek vagytok nagyon! Anita, Csaba, sok boldogságot kívánunk nektek, jó? Örülünk, hogy ezt előttünk tettétek meg. Jó. Még annyi, hogy gyerekek, most fordítsátok el a fejeteket, jöhet a nyelves, sőt, kis nyelveket lássa. Képet, Roli, csinálj képet mindenképpen, jó? Csinálj képet. Jó? Megtörténik. Na jól van, örülünk nektek akkor, jó? Roli, gyere adás után raportra, jó? Elbeszélgetésre. Sok boldogságot kívánunk nekik, Roli, mondd meg, jó? Köszönjük, puszi. Sok boldogságot kívánunk mindenkinek, érezzétek jól magatokat. Leszek is? Ameddig sok szeretnétek, legyen is. Ügyes voltál. Csabát ad még egy pillanatra? Ott van még? Itt vagyok. Gyertek ki az osztályból, hogy ők hagyd tanuljanak tovább, jó? És akkor Csabával még egy mondatot csak beszélünk, hogy... Jó. Anita, megbeszéltek otthon délután. Azért húzd már fel az ujjam. Tényleg, az fontos. Jó. Fölhúzta a gyémán gyűrűt? Igen, még nem. Még most a nyálazás volt, kis puszi, igen. És akkor most Csaba már tartja a gyűrűt, Anita az ujját. Éppen megcsinált francia manikűrt. Pont passzol az ujjára a gyűrű. Na, hát ez is fontos, nagyon jó. Bár egy 50 forintos gyűrűre bármikor lecserélem, hisz mondták, hogy nem igen. Fontos. Ölelés, romantika, ilyenek vannak. És nagyon nézik egymást, és nagyon szerelmesek. Ez látszik a szemükön, hogy hát egyáltalán az. Jó is ez. Jó van, gyertek ki, csak közben még... Akkor gyerekek, köszönjük szépen, kellemes további tesi órát nektek itt a, nem tudom, matematika füzet fölött. Sziasztok! De jó, hogy nem lett pedagógus a Roli. Nagyon. De ez mindenkinek, neki és nekünk is, gyerekeknek is, igen. Na, gyere Csaba! A Balázs csak veled szeretne beszélni, kapsz egy-két jó tanácsot a következő, hát szerintem másfél évedre még el nem váltok. Hello, na milyen érzés? Csak kíváncsi vagyok, tudom, hülye a kérdés, de hogy ez ember ilyenkor megkönnyebbül, túl vagy rajta, így gondoltad, milyen volt? Hát én iszonyúan izgultam, megmondom őszintén, akkor a izzadság volt, van a hónalja mond, mint fú, Jézusom. Mint Erzsébet királynő, hogy integet, szóval ez durva, nagyon-nagyon durva volt. Egész hétvége úgy tehát képzeljétek el, hogy az a lényeg, hogy páromot nem lehet meglepni. És annyira titkolózás volt, izgultam, WC-n ülve írtam, hogy mit fogok mondani, de rohadtul nem azt mondtam. Nem is tudom, mit mondtam, de elmondtam, amit akartam, úgyhogy végül is. Figyelj, ez ilyen, az ember visszagondol, és semmire nem emlékszik, csak hablatyolt valamit. Tehát a lánkérése 90%-a valami katyvasz, ami ilyenkor kijön. A budin ülve gyakoroltál? Hát ott is. Utána megadtad a módját. Megadtam. De ez még nem jelenti azt, hogy szar lesz. Reméljük, hogy nem. Na jól van. Csaba, gratulálunk nektek, köszönjük, hogy ezt előttünk tettétek, megviseljétek azt a kis gyűrűt, amit kaptatok tőlünk, ugye, és hát nyilván ennek az eseménynek a szponzorától, támogatójától. Nagyon szépen köszönjük. Ócsó, meg volt a gyűrű, erre gondolj, ez is. A lagziba beforgathatod a lóvét. A lagziba forgass bele. És kezdj el agyalni az első bármin. Én bizonyám, bármit, amit kérsz, megteszem. Évekkel később ez már aranyat ér. Na jó, mindig van erről felvétel, szóval le tudom neki játszani. Jó, ügyesek vagytok, gratulálunk még egyszer, sziasztok, köszönjük. Sok boldogságot nektek, Csaba, Anita, Fuszi, hello, köszönjük szépen. Na jó, van, hát. Aranyosak voltak. Igen, helyesek voltak egyébként. Nagyon. Tényleg. Igen. Igen. Adtok egy Roli számot fel? Persze. Már hívtam neked, itt van vonalban. Na jó. Rolit egy picit megzavarta azt, hogy éveken keresztül mondta neki mindenki, hogy semmi közelem, semmilyen iskoláz, azt mégis. Fél tíz múlt pontosan, 5 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ha valaki még úgy érzi, hogy szeretne e-mailt írni, akkor tegye meg nyugodtan, mert hogy még nincs eldöntve, hogy holnap után hova megyünk, mindig egy nappal előtte választunk. Több oka van ennek, egyrészt megvárunk még csomó e-mailt, kettő nem akarjuk azt, hogy az illető elszólja magát, minél kevesebb ideje van, ennek ugye annál kevesebb az esélye, és két csodaszép gyűrű vár még gazdára, két gyönyörű gyémánt gyűrű, és ezeket holnap
holnap, holnap után fel is húzza valaki, így majd van. Választotja kezére. Két gyönyörű gyűrűről van szó. Csiszolású? Brill csiszolású gyémántokkal vannak ékesítve ezek a fantasztikus gyűrűk. Én azt hiszem, hogy mindenki ilyet szerette felhúzni párja kezére, ujjacskájára, úgyhogy jöhet még. Én próbáltam intézni mind a 10 ujjamra, de csak 8-ra sikerült. Igen. De jól is áll. Igen, de nem kaptál ennyit. Kicsit Snoop Dogg vagy. Igen, úgyhogy jöhetnek még az e-mailek, eljegyzés@klasszfm.hu, ez az e-mail címünk, és hát a holnapira talán nem, mert azt 10 után kiválasztjuk, az is lehet, hogyha még most beesik egy-két e-mail közülük választunk, de még szerdára benevezhettek, és készül erről fotó is, ezeket majd fel is tesszük mi is a Facebook oldalunkra, a nagy pillanat, amikor ugye a gyűrű felkerül az illető ujjára. Holnap lehet, hogy egy lány kéri majd meg a pasia kezét, szerintem azzal sincsen baj, meglátjuk és majd, kit választunk. Nem zárkózunk el. Semmi elől nem zárkózunk el, lány, fiú, aki amit akar, ez rólatok szól, értetek van, úgyhogy nyugodtan küldjetek e-mailt, hát ha országvilág előtt holnap ti kérhetitek meg kedvesetek kezét. Azért megmarad az a pillanat. Kemény. Nem? Na, az gyönyörű. Fia, három olyan pár lesz az országban, aki a rádió hullámain keresztül kérte meg. Érted? Tehát, hogy mindenki megkéri valahogy vacsora, karácsony, ezt már átbeszéltünk, és most azon igen. Van. Amennyire jó, annyira nehéz is nyilván, de hát, ha mindenki át tud gondolni egy-egy ígéretet, fogadalmat, még ez ma ugye kicsit váratlanul érte a párunkat, persze nem baj, de hát ilyenkor ugye kell valamit mondani, hogy megígérem, megfogadom, ugye? Vagy az már nem, az már a házasságkötésnél van, tudod, hogy megígéred, hogy minden esetben mellette leszel, te leszel a támasz. Nekünk volt csak ilyen? Neked, nem, csak neked kellett hetente hétszer. Amióta megismertitek egymást. Én egy nagyon hosszú listát kaptam a Vikitől, hogy az esküvő napján mit kell megígérnem. Sőt, nem csak megígérni, hanem alá is írni. Ráadásul két tanúval és közjegyzővel. Mert mindig részeg voltál haverjaiddal, azért nem emlékszel rá. Ez volt a válasz, mi? Igen. De szóval, hogy hát mindegy, megígértem egy csomó mindent. De akár az eljegyzést is. De Viki, biztos, hogy az új lenyomatok is kellene? Persze, hogy kellene, mit a más kezedet. Igen. Csak mondom, hogy ez 14 karátos aranyból van egyébként, és ma a fehér színűt adtuk oda, és negyed karátos és brilliáns csiszolású gyerekek, itt látom most a kis gyűrűket, úgyhogy gyönyörű. Tényleg nem is kell tovább promózni, mert a gyűrű maga gyönyörű. Uh-huh. Ennek se értetem a felét. Én se drága, az a lényeg. Az a drága, hallod, azt érti. Megérted az árát, igen. Na jól van, holnap újabb lánykérés. Holnap, ha valaki szeretne egy kicsit romantikázni, sírdogálni és álmodozni arról, hogy ha már neki nem sikerült drukkolni, akkor annak, akinek sikerült. Az imádkozó, hogy ne Roli menjen. Igen, Rolival 4:11-kor találkozunk a szerkesztőségi szobában. Jó volt az. Deresre húzzuk. És holnap 8 után lesz, ugye 9 óra után Kassa Tibi, tehát 8 után lesz majd a lánykérés. Na, most mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. A velencéiek kitalálták, hogy fizessen mindenki 500 eurót, ha bőröndöt húz Velencében. Kicsit én azt gondolom, menjenek a fenébe, hogy odamész, pénzt költesz, és még ők akarnak téged megbüntetni. Elegük lett a gurulós bőröndből, ugye? Ha, én szerintem mellette vagyok a dolognak továbbra is, de mondjuk, ha kicsit át akarnék állni a másik oldalra, akkor azt csinálom a turista helyében, hogy nem gurulós bőröndöt húznék a macska kövön. Érted? Hát kerék nélküli. Büntes meg. És akkor büntes meg. Hát azt nem büntetett, ez nem gurulós bőrönd. Igen, arról beszélgettünk, hogy a lakóhelyünkön és hallgatóink lakóhelyén kit mi zavar, a labdát pattogtató gyerek, a fűnyírót bömböltető szomszéd, ki mit büntetne a saját lakóhelyén. Valamint kitalálta a FINA, a vízisportokat egyesítő szakszervezet, hogy bevezetik a férfi szinkronúszást, elfogadják, és most már világversenyeken indulhatnak férfi szinkronúszók. Hát én mondtam, hogy nem akarok ilyen világban élni. Megvitattuk, hogy milyen lesz majd, ha a férfi szinkronúszást kell néznünk a tévében. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. A Klassz FM-en. 4 perc van pontosan 10 óra. A gyerekek, azért egy 40-es mazsorettező férfi elindul egy junior versenyen, azért ez is kemény, ugye az SMS írója alapján. Itt van a kis Gabika, itt van a kis Szilvike, és jön Ricsi, a 40 éves mazsorettező. Nagyon jó, igen. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Hello. Szevasztok, jó reggelt! Hát azért ez annyira megható volt a Roninak a ugye? Bejelentkezése. Ugye? Volt az egész. Uh-huh. Érzelemdús. Igen, a legszebb pillanatokat kihasználva. Gyerekek, hát így lány kérni. Kedvem támadt nekem is megkérni. Azon már túl vagy, megkérni. Ja, de neked. Hülye vagyok. Mm. Jani? Hát még egyszer. Hát miért ne? Hát simán. Na, de az is igaz. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan, ha mondja, hogy Morning Show az ajándékcsomag, addig mondok gyorsan, közlekedés Csepel, második Rákóczi erdősor találkozásánál kamion kontra személyautó, nagy a torlódás, rendőrök irányítanak és helyszínelnek, ez Sunyi küldte nekünk, köszönjük szépen.
Morning Show. Jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Szia. Azt nézem, hogy aláírtad-e? Aláírtad. Dávid, ugye? Jó helyen vagyunk? Igen, igen, sziasztok, Dávid vagyok. Na, Dávid, humorizáltál, gondolom, ugye? Ez egy ilyen... Igen. Azt írta nekünk, tegnap a szomszéd hajnali 3-kor becsengetett hozzánk, szerencséje, hogy ébren voltam, mert pont zongoráztam. Dávid, gratulálunk, te vagy a naphallgatója. Köszönöm. Helyileg hol hallgatsz minket? Budapesten. Jól van. Van egy szép kis ajándékcsomagot küldjük neked, plusz ajándékaid is vannak, úgyhogy ezeket hallgass meg a reklámblokkban. Jó? Rendben, köszönöm. Sapka, sál. Már nem nevellek, csak az is benne van. Kezdjük. Igen. Igen. Van az ajándékcsomagban ez is. Köszi, Dávid. Köszi, sziasztok. Hello. Hello, hello. Csabikám, remek zenék? Hozom nektek az NKTO duót, mert tudom, hogy szeretitek ebben a szép időben felvidítani a kedves hallgatókat. Nem szabad, hogy minket befolyásoljon azt, hogy kívül milyen időjárás van. Hallgatjuk a Class FM-et, szól ez a Classic című dal, és egyből jó kedvünk lesz. Bármilyen idő is van kint. MCQ? NKTO. Malcolm Kelly és Tony Oller. NKTO. Ők ilyen Nickelodeonos fiatalok voltak egykoron. Húzó nevek. És... De egyébként most tök mindegy, hogy miben szerepeltek korábban, mert maga a dal az jó. Azért fogjuk meghallgatni. Ez elég. MQTO. Korábban, ahogy a Nickelodeon. Igen, de mondhatod úgy is, hogy MKTO. MKTO, ez van. Parasztok vagyunk. Nekünk minket nevetítsé, hát ismerjük is. És a Slushit. Ez az, hát ezt már egyből értjük. Itt a Slush FM-en. Jó van. Csabi jön a kívánság műsorral 555-55-00, ez a telefonszáma, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot mindenkinek, szevasz, sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.